Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 14 perc. Itt valaki süket, gyerekek, az én helyemen. Hello Feri, hello Jani! Hol? Sziasztok! Jó reggelt! Hát itt biztos valaki olyan ült, aki már vagy nagyot hagy, vagy ellőtték korábban a félfülét, vagy a második világháborúban, vagy nem tudom hol. Ki van üvölt vasárnap este? Az, mint hétköznap. Igen? Roli. Roli lesz az? Roli. Hát ha hétköznap este. Roli kezeli a pultot, itt ül, vagy ott ül? Nem, ott. Mert egyszer kiszaladt a hírek alatt, azt hallotta. Jött a hírek, az kiról. Mondta, hogy inkább ne. Ákos mesélt egy nagyon szorít Roliról. Szóval, hogy igen, itt vagyunk, hétfő van, és elindul a hétvége, és gyerekek, ahogy vége a hétvégének, jön a jó idő. Szokjatok hozzá, nagy magyar valóság, szakadó eső és rossz idő hétvégén. Ma pedig mit olvasok? Holnap 30 fok. Így van. Nagyon durva. Ahogy jön a hétköznap, jön a jó idő. Nem? Mondjuk, ez a jövét szempontjából szerintem pozitív, és nagyon szeretnénk, hogyha így lenne, hát mert igen, hogy a jövétön ugye megyünk kitelepülésre, és rögtön hétfőn Sopronban fogunk kezdeni. Egy hét múlva ilyenkor ülünk Sopronban az esőben. Hallottam az spotokat, hogy nincsenek benne a helyszínek, úgyhogy majd mondanunk kell. Nagyon kell. Ma belerakatom. Se a helyszín, se az utca, se a tér, semmi nincs benne. Csak nekem az, is volt már egy ilyen felvetésem, hogy akár ezeket is mondhatnánk, mert fogjuk. Hogy amellett persze, hogy ezek nagyon szép városok, azért ne kovályogjanak az emberek egyébként. Hát, halló! Fél, nem láttál erre egy stúdiót? Véletlenül? De. A bajom, hogy az sincs benne, hogy első állomás, mit tudom én, ja, a város 11 Sopron, most meghallgattam 6 előtt, meg 3 netkor, egyébként sincs benne. Tehát lehet, minden, hogy hol lehet, mit lehet, mikor, hol, csak azt hiszem, hogy hol vagyunk. Mondtuk már ugyan, de a pontos információkat mindenképpen egész héten hallgatni fogjátok tőlünk, ha tetszik, ha nem. Szerintem nagyon sok embernek tetszeni fog, főleg azoknak, akikhez először megyünk, mint például a bajaiak és a salgotarjániak, mert ugye úgy lesz, hogy Sopron, Kecskemét, Baja, Salgótarján és végül Budapest. Nem Sopron, Baja, Kecskemét? Nem Sopron, Kecskemét, Baja. Igen, mert még egy a múlt kis hét... csavar van benne. Egy kis csavar van benne. Kecskemétről kell átérnünk majd Balatonra? Mi úgy szeretjük, érted? Mert Kecskemét, Baja az mit tenni egy jó óra körülbelül, és akkor a Baja főterén ott ülnénk egy halászlé és egy fröccs mellett, igen, de mi úgy döntöttünk a Balázsra, ezt mi nem hagyhatjuk. Én sajtos gyufatésztam el. Igen, de te egy renitens vagy hozzánk képes, mert hogy miért nem menjünk el Siófokra? Az egy szép hely, érted? 30 átfogorú fok lesz. Ha mi átmegyünk egy kicsit, persze, jó 30 fok van, megnézzük, hogy te jó lesz. Mi elmegyünk egy kicsit balcsizni, mert hogy Média Hungária lesz, és megyünk. Te műsorvezetsz, én dolgozom, kerek asztal beszélgetésen vagyok. Úgyhogy nekünk Kecskemétről, akkor át kell menni Balatonra, majd Balatonról vissza Bajára. De nagy mulatság lesz. Jó lesz az. De mindent hallgatóként, nincs ezzel baj. Tehát mi szívesen megyünk mindenhova, ahol várnak bennünket és örülnek nekünk. Úgyhogy Sopron, Kecskemét, Baja. Ez tehát a sorrend, és akkor utána Salgótarján és Budapest. Én Budapestet is várom. Régen voltunk. Repülős nap tavaly, meg egy-két dolog, de klasszikusan, amikor kitelepülünk és találkozunk a pesti hallgatóinkkal, azt szerintem most évek óta nem volt. Régen csináltuk a West Endnél nagyon sokat. Mit tudom én, 600 ezer helyen. De valahogy ez most régen volt, nem? Régen volt nagyon. Pesti kitelepülés. És ezek közmondásosan jól szoktak sikerülni. Nem, mint hogyha az összes többi nem sikerülne jól, azok is nagyon jól sikerülnek, de Budapesten mindig rengetegen van. Igen. Igen, na hát az idő az beszorított minket hétvégére egyébként. Tegnap volt egy kis közös ebédelés az anyukákkal, egy kis anyák napja. Jó volt, nagyon kellemes hely. Budapesten, ahol a gyerekeknek ugrálóvár van, nem kell több. És hogy fedett hely? Ugrálós fedett hely? Értem. Tud a gyerek játszani, te meg tudsz enni úgy egy ebédet, hogy béké hagynak, a gyerekek rohangálnak, a nagyszülők belefejelnek a pacalos csévingbe, az apukák berúgnak, az anyukák fetrengere. Nyilván nem, de hogy... Igen. Kicsit alternatív anyák napja. Ez nem rossz hely. Nem rossz, ugye? Megmondom a címet. És hétköznap még nagyobb ulás. És ilyen kötetlen, és milyen lazák a szabályok. Igen, szóval, de hát beszorulás és szűkölés. Hát mert... sehova a 3 napban nem tudtál nagyon elindulni, mert úgy érezted, hogy én kint voltam szombaton egész nap, pénteken. Ezt hallottam. Pénteken volt május egy? Pénteken volt május pénteken egy. Volt május igen. Egy. Odáig hallatszódott Feriből. Én ott laktam, ahol a Feri műsor vezetett. Majdnem ott. És ott ne... volt anyukád. Ott. És oda, nem jött oda hozzá. Nem. Hát mindent hallott ott is. Nem kedve.
De jó, én tudom. De hát azért mégis. Nem, akkor ott laktál a Kaszás dűlőn. A Pette Ferenc tér, Flórián tér, az ott voltál. Ott voltál. Ott volt, igen, igen. De jó. Attinkum, Kaszás, hát Flórián tér, hát az a rész. Hát az, akkor az Bali környék. Is elmegyek. Az Bali környék. Ah, hát ezt nem tudtam. Ne, nagy tömeg volt, meg anyukám még csak elmentek, mentek a főtér, nem tudom hova, és akkor látták, hogy ott. Estére már jó volt. Figyelj, minek menjél oda, hogyha hallatszódik az egész. Nálunk is volt ugye május 1-én természetesen hatalmas nagy dzsembori a Bokai kertben, ahogy az már lenni szokott, Kassa Tibivel, Bieberszel, stb. De minek mennél ki, amikor kiülsz a kertbe, és gyakorlatilag minden szót hallasz. Hát, mert nem látod. És az elmaradt majál is, ahol meghirdették Ligetbe, gyereki, ugrálóvár, űzi, fellépők, stb. És úgy, ahogy van az egész felszívódott. Azért ugrálóváros túl, előadós túl, nem rendezték meg. Vagy kamu volt a plakát, vagy meggondolták magukat 30-án éjszaka, vagy kidurrant az ugrálóvár, és nem állították föl. Egy komplett majál is eltűnt, azt olvastátok? Beígért programokkal, fellépőkkel, kutyafuttatás, naucerkiállítás, mit tudom én, bungee jumping. Zsákbafutás, nem ördögszekér, úgy, ahogy van az egész majál is megfutták. Hát nem olvastátok? Nem volt olyan, de napközben mi kint voltunk május esélyen, azért még meg lehetett rendezni, mert este már volt eső, meg szél. Nem, hát azért itt valami kamu hirdetés lehetett, de úgy, hogy az egész majál is eltűnt. Az miért? Reméljük benne nem voltak emberek, akik most keresik a kijáratot, és nincsen már meg ott neki. Vagyunk, apa. Apa, azt hiszem, a majál is ennél egy kicsit azért izgalmasabb, mondta, hogy 100 gyerek, akik kisétált szegények. Milyen volt hát egy gyerekkorodban is, apa, amiről mindig meséltél? Igen, úgy, ahogy van, eltűnt. Eltűntek. Na mindegy. Norbi, senki nem volt kint? Nem, még a hallgatók, akik nyertek, azok nagyon jól érezték. Nagyon jól érezték, én egy percről percre rovatot olvastam, és amikor már láttam, hogy első erő rajtul, akkor már kicsit sajnáltam, csak nem fért össze az anyák napjával, de gyerekek, behúzta. Nagyon behúzta, kemény. Megvan. Rajcél győzelemmel. Gyönyörű. Zengő Zoli legnagyobb álma, és Norbi legnagyobb álma teljesült, hogy Magyarországon újra futamot nyertek. Hát ez csodálatos. Én most azon gondolkoztam, hogy a többi futamra kéne vinni ilyen 40 ezer magyar szurkolót, és akkor ott is nyerne. Uh-huh. És a világbajnok lenne a Norbi. Mert ő jó teljesít azért, de valljuk be, hogy ilyen sikerek, ugye itt, meg még Makaóban, szóval az mind igen, hazai pálya négyszeres. Igen. Hát a makaói magyar kisebbség, ugye ott szurkol menni, nagyon, és hogy... akkor azt kell mondani, szerintem az engőinknek azt kell neki mondani, hogy Norbi. Tudod, hány magyar van most ki? 40 ezer. Tényleg nem hihet. És akkor odaért nekem. Itt, de igen. Itt, nekem hihet. Én még csütörtökön neked valaha. Igen, szóval. Ja. Csütörtökön beszéltem az Engővel, és mondta, hogy menjünk, meg vár minket, meg hajrá, meg nem kedves volt tényleg, hány jegyet küldjön, hova küld, tényleg invitált minket sokszor. Aztán vasárnap ültem ezen a helyen, ahol ebédeltünk, és közben egy percről percre rovatot olvastam, hogy áll a Mihelisz, és mondtam, hogy akkor jövőre ezt majd úgy szervezzük, hogy mert mindig május elején van. Igen. És mindig az anyák napjára esik, és valahogy ott mindig nekünk program van, de akkor majd úgy szervezzük. Az lesz, hogy jövőre egybe kötünk egy ilyen futam, Mihelisz, Zengő, Virág, csoki puding. Igen, ott is van catering, valami, nem? Valamit, tehát egy vésőt teszünk ott az engőknél. Szerintem egy ízét és egy virágcsokrot is el tud az engő intézni. Úgyhogy ha minden igaz, hívjuk is a Norbit majd, talán 9 után, intéztem Julival, hogy hívja, vagy rászóltam, hogy csörögjünk rá, úgyhogy 9 után hívjuk Norbit, hogy gratuláljunk neki, és egy kicsit meséljen a futamról. Hányan voltak, hogy élte meg, rácsörgünk Norbira 9 után. Hát ha már kijózanodott, mert állítólag pezsgőbe fürdött ez az arany gyerek. Tényleg? Állítólag locsolta itt a nem tudom elképzelni, beütés. Hogy egy szább bugyiba egy vizes törölközővel mesztelenül üldözi az engőt, ahogy kijönnek a szaunából. Nem? Tehát ezt így valahogy, mert még csak az Oliról egyébként igen, mert ő azért benne van mindenben, de a Norbiról, ahogy egy ilyen gőzből egy jön kis vizes törölközővel csapkodja az Olit, és kergetőznek, nem? Egy fügefa levéllel eltakarva a csúnyájukat, ezt később nem tudom. Pedig playmate-ek pofozzák mellé, aztán csókolozik a saját tükörképével, ráfeküdve. Ó, Istenem, ebből már mindegyik megvolt. De újra csinálnám az összeset. Igen, Norbi egy picit így visszafogottabban szokott ünnepelni. Igen, hát ő az a belülrobbantós pesgő típus, de nem baj, fölhívjuk és gratulálunk neki, megérdemli. Meg hát mi már az Engő tímmel, mint rádió, mint Morning Show egyek vagyunk tulajdonképpen. Tehát, hogy... Egy test, egy lélek. Abszolút, igen. Na, szóval egy hét múlva ára jó időt mondanak? Igen. Nagyon jó, gyerekek, izgulok. Megnéztem, be, az én szorványos esők ott is várhatók elviekben, de egyébként a hőmérséklet is olyan 20 fok körül lesz, úgyhogy szerintem rendben lesz az egész. Én nagyon várom már. Fú, nagyon, én is. Kicsit kell már a környezetváltozás, az üvegstúdiónk, menjünk, találkozzunk, ott legyünk, nem? Játék lesz valami? Arassuk le, ami jár. Lesz játék? Lesz. Együk meg, amit kapunk, igyuk meg, amit hoznak.
nem? Szeressenek, ahogy kell. Egy gyors előkóstolás után. Igen, simogassanak meg, ahogy megérdemeljük. Nem, tényleg azokat szeretjük. Kicsit szállodázunk, máshol alszunk, nem? Jó lesz, az nagyon jó lesz. Én már vasárnap lemegyek Sopronba, majd megpróbálok jó korán indulni, hogy azért valamit a városból is lássak. Mert gyönyörű. Mi is lemegyünk 26-szorra. Tényleg? De egyébként gondoltam rá, hogy én sem hétfő reggel megyek. Én azért Sopronba. Akkor, hát mi is lemegyünk azt vasárnap. Azért hármas indulás lenne. Nem, én lehet, hogy egy ilyen családosban gondolkodom. Szép a szálloda, jó idő lesz. Miért nem mész a hétvégézni? Pénteken elmész? Az se rossz. Nem rossz? Szerintem. Nem mondasz hülyeséget. Pénteken elmenni, az a szálloda az nagyon szép, van wellness. Tudtok ott egy kicsit. Hozzád képest, ugye? Látod, összekaptam magam ma reggel. Szóltál pénteken, ez egy jó ötlet, tényleg. Jó, mert szombaton elmenni, és akkor hétfő haza. Mi is gondolkodtunk benne, de szombaton nekem még lesz egy fighters ránom, úgyhogy vasárnap reggel fogok valószínűleg. Mi is gondolkodtunk benne, hogy milyen jó lenne az egész családdal lemenni, és akkor... De hát... Azért a jobból is megárt a sok. Azért. Voltunk is együtt, sokan leszünk is még. De akkor itt haza kell őket hozni, újra le kell menni, azért akkor már egy nappal kevesebb, amit nem vagy otthon. Hát azért gondolkoztál rajta, de hát azért. Az a jó volt, sok ismerős az egyébként, ugye. De azért egyedül vonatozni, egyedül szállodázni, kicsit egyedül lenni, azért az se rossz szám, mondjuk meg őszintén. Nagyon szeretem a családomat, de azért inkább másodosztályon dohányzóban. Igen. Meg azért döntsd már el, hogy vagy szállodázol egy szuperszállodában, vagy a Fighters Run-on kúszol, futsz. Hát én is ezt választanám. Hallod. Vagy egy kis Fighters szombaton, és egy kis szállodázás hétvégén. De jó a hotel, szeretjük, úgyhogy menjünk Sopronba. Mondjuk majd a helyszíneket, drága hallgatók, föltesszük Facebookra, a classfm.hu-n egyébként, ahogy a spotban hallottam, már fenn van. Vagy hogy további részletek a classfm.hu-n, de ezek a részletek a morningshow.hu-n is lesznek helyszínekkel, dátumokkal, időpontokkal, mindennel együtt, és tesszük majd a Facebookra, Instagramra, mindenhol, hogy tudjátok nézegetni a helyszíneket, hogy hova is megyünk. A Facebookon természetesen csak a saját oldalainkra tesszük fel, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a legújabb kamu oldalam már 15.740 like-nál tart. De jó vagy. Figyeljetek, egyszerűen hihetetlen, hogy nem lehet ezektől megszabadulni. De most komolyan. Mi vagy? Mi a neved? Hogy hívnál? Semmi, rendes. Vadó János, official. Official vagy? Te, official vagyok, tehát gyakorlatilag ez a hivatalos kamu oldalam, lehet mondani, mert nekem ugye nincsen Facebook oldalam, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni. És miket osztottál már meg a népekkel? Az van, hogy tök profi amúgy az oldal, mert folyamatosan lenyúlogatja az illető, aki készíti, vagy akik készítik azokat a képeket, amiket fölteszünk mi is a Morning Show-nak a Facebook oldalára, tehát egész jól van szerkesztve. És az emberek nagy része, hát látjátok, azt mondja, hogy 15 ezer, több mint 15 ezer ember be is nyalja sajnos ezt a dolgot, hogy igen, ez az én hivatalos oldalam, mert hogy a névjegyben ez szerepel, azt mondja, hogy Vadó János official page. Aha, de amiket még fölteszünk képet, azon mögött van egy ilyen háttér, nem? Figyelj, hogy morning show. Aha, valamikor igen, valamikor ezt egy éve nem. Felvetettem, hogy kéne, hogy legyen, meg a Viki is mondta, hogy szerintem van, hogy nem mindegyiken van? Nem. Nem automatikusan rakja mögé? Nem. Aha. Nem. Nagy baj. Mert nem. Akkor viszont ő lopkodik. De ha lopkodik. Nem lehet utolérni. Lopkodik, bizony. De mit ér el vele? Ő ezt értékesíti neki? Én nem tudom. 15 ezerre? Már valamit keresel ezen? Valamit, nem? Én csak azt sajnálom benne, hogy ugye... Hogy nem utal. Egyrészt ezt viszont nagyon. És mondanám, hogy 11.77.30.22. Azt, hogy ugye a nevembe kiírogat mindenféle üzeneteket azoknak az embereknek, akiket valamilyen szinten korrekt. Érdekel az én személyem, aztán ezeknek az embereknek ugye nem válaszolok. Igen. Én a sutyó bunkó. Jó, de ezt eddig is tudtuk. Hát igen, de hát ne ez alapján ítéljenek meg, hanem a tényleges de addig örülj, amíg nem dug meg három alapján. Nem dug meg három csajt a nevedbe. Sötét van, ne kapcsolt fel a lámpát, Jani! Marahat anyját, ebbe bele se gondoltam. Ne osd fel a lámpát! Jani! Miért ilyen mély a hangod? Miért ilyen nagy a füled? És miért ilyen nagy az orrod, tudod? Mi ez a kis csutak? Az a durva, elkezd csajozni, ha valakivel úgy csajozik, mondjuk, hogy a pasia idejön. A rádió elé, nem? Aztán bárkit jó pofonvány, közben között nincs hozzá, egyébként nem te hívtad randizni a csajt, nem te mozdultál rá, lehet, hogy 6 éve felesége van, a hülye otthon meglátja, hogy a Vadon official page kikezdett a feleségével, megérkezik ide három izé kafferbivaj barátjával egy régi S600-as zöldséges mergával, azt jól elrabolnak, érted? Én még ütök egyet, magammal viszek én is, de hát hárommal nem bírok. Érted? És aztán elvisznek és megdolgoznak, hegesztőpisztolyok feszítő esetében. Mindig az a kellemetlen, hogy kinek okoz olyat, nem? Ami után aztán valaki rajtad
kéri majd számon a sérelmét, vagy mond egy rossz dolgot, vagy uszít, vagy kér, szóval ez azért veszélyes. És visszatérve egyébként az elszalasztott potyákra, hát neked ugye háromszor annyi lehetőséged lenne rá, csak így mondom, hogy azért te is egy picit szomorkodjál, mert hogy a tiéden több mint 40 ezeren vannak jelenleg. Sebesse más official page? Rohadjál meg! Lehet, hogy egy üzemelteti. Rohadjál meg, ha hallod és üzemelteted az official page-emen. Vagy utaljál. Mennyi? 45 ezer? A 40 ezer fölött vagy. 40 ezer fölött vagy egyébként egészen pontosan, hogy mindjárt megnézem, hogy április 2-a egyébként a legutóbbi poszt. Na, akkor azért nagyon nem sieti el. Tehát jó, de figyelj, azért föltesz időnként interjúkat is természetesen. Egy a lényeg, szép vagyok? Így van. Nagyon. Hát, jó. Fél, olyan rossz képet nem tudod róla föltenni, hogy ne legyél szép. Meg, ha szép vagyok, lehet official, annyi kellemetlen mellékzőnke van, hogy a legutóbbi poszton szerepel Zsülis is, én is, tehát, hogy, de még így is, így, mert hogy ugye a kontraszt. Jó, ez alá, ha szép vagyok, akkor maradhatom. De tényleg ezt mindenkinek, minden egyes hallgatóknak mondjuk, és ezerszer, és tízezerszer, és százezerszer, hú, micsoda fokozás, hangsúlyozzuk, hogy nekünk nincsen hivatalos Facebook oldalon. Ferinek van, azt lájkoljátok, meg folyamatosan figyelemmel kísérjétek. Ha gondoljátok, de mi csak a Morning Show Facebook oldalán posztolunk. Igen. Az összes többi az kamu, és nyugodtan jelentsétek az oldalt, hát ha valaki majd egyszer leszedi. Ami nem csak mi küzdünk ezzel a problémával, most a hétvégén, minden hétvégén fölmegyek, ez hazugság, az Ergónak az oldalán voltam, és Jézusom, ott is egyébként... Jézusom, a gidákat néztem, mit csinált volna szerinted? Oldalán, ne kelljen kiábrándulnom, nézeket az Ergó oldalát. Letakarom a rövidebb az életet. Dobok egy dörtek gyárra. Úgy megértem, de azért rövidebb az élet, hogy az Ergo oldalát nézzek. És ott a Robi is panaszkodott erre. Hogy nekik is egy oldaluk van, de... Szegény Jobbi. Hát én is nagyon... sajnáltam. Jaj. Így van. Ergo, létezem. Mondjuk te vagy a kemény, aki felmész erre az oldalra. Tehát, hogy mi a fejét csinálsz az Ergo? Az Ergo oldalon, ezzel azért megleptél egy kicsit. Szükségem volt valami kemény cuccra, hogy akartam ütni már magamat, és gondoltalak. Ezzel azért megleptél, hogy Ergo oldalakat tanulmányozom. Na! Jól van, hát akkor viszont az Instán vagyunk igaziból. Ott vagyunk. Ott vagyunk, gyerekek, ott nagyon vagyunk, és ott nagyon vagyunk. Meg a Morning Show Facebook oldala az. Ott is. Az a hivatalos, jó? Igen. Na, azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Szép napot, nektek Morning Show, játékra szeretnék jelentkezni. Oké, jól van, ezt láttuk, ezeket most nem olvasom be. Magyar érettségi előtt jól jön egy fogalmazási gyakorlat a fiúkkal. Ma van az érettségi? Ma. Hú, gyerekek. Kezdődik. Az kemény. Zabkekszeket fogok sütni, elviszem, megölel Feri, talán Jani is, ezért én majd odaadom, aztán boldogan rohanok dolgozni 8-ra a Beatrix Sopronból. Már nagyon süti az a zabkekszet. Nem csupán versenyzett, oktatott a Mihelis tegnap, hívjuk is majd 9 óra után. Beatrix, nem ma süsd meg azt a zabkekszet. Az, ráért nem pénteken. Azért, mert csak ha belefér az időbe, akkor inkább. Van olyan keksz, ami az állással púl. Tudom, lehet, és le is hogy ez fagyasztani. Na azt írja Viki, hogy mindegyiket feljelentés, azért áprilisi a bejegyzés, mert valószínű, hogy már őt is feljelentette. Uh-huh. Aha, és már kinyírták. Hajrá! De akkor miért találja meg a Jani? Ha nem úgy van, hogyha kinyírják, akkor eltűnik? Nem? Örökre ott leszel az interneten? Nem tűnik el, csak nem tud már semmit csinálni, azért uh-huh. áprilisi. Úgyhogy kinyírtuk is, haver, kinyírtuk. Aha, minden oké. Okay. A Vadon Officialnek mikor az utolsó bejegyzés? Április 3. Akkor egyszerre nyílt. Az ugyanaz a cég valószínű. Azt nem tudom, hogy megnézte a Viki az enyémet, nem kinyírtad, de ha megkéred, a tiédet is kinyírja. Akkor sőt, ha megkéred, bárkit kinyír. A Vadon Officialről nem biztos, hogy tudod. Mind a hármat. Jó, azt mondja, hogy rengetegen jelentkeznek ki játékra, nagyon helyes Szigetvár belterületén már kameráznak a rendőrautóból, 31-es főútvonalon, Tápió, Szecsőn, készülődnek mérni Budapest felé haladókat, ezt is SMS-ben kaptuk. Jól van, drága hallgatók, jöhetnek az SMS-ek, aki játszana velünk, írjon nekünk, jó, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. A mindenségét. A kutyafájára. A kutyafájára. A mocska rúgja meg. De jó, na volt ez is. 8 perc, ma pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk a Klasszon, hétfő van, és mához egy hétre már megyünk is kitelepülni. Ugye az első állomás Sopron, mondjuk majd a pontos helyszíneket, hogy a városokon belül egészen pontosan hol leszünk. Az biztos, hogy jövő héten ilyenkor már Sopronban vagyunk. Sopronban kezdünk.
Én azt a zapkekszet fogom éppen fogyasztani egy kis kávé mellé, amit Beatrix ígért. Igen, és amit reméljük tényleg nem most csinál meg, hanem mondjuk ilyen péntek-szombat magasságában. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Géza! Géza vagyok, igen, igen, sziasztok! Szia! Hello, Géza, mennyi idős vagy? 18 éves vagyok. 18 éves is Géza. Hát ez a nagy napi. Igen, ma érettségizel? Ma bizony irodalomból. Azt a mindenség. És megpróbálja. Igen, hát ilyen, azt szoktuk igen, mondani. Érzés, ez nagyon jól látod, igen. Tanultál, készültél? Hát készültem, de hát meglátjuk, mi lesz. Nekem a matematika, ami a legfontosabb, de erre is be kell menni. Az holnap van, az mindig a magyar után volt, így nem? Van, igen, igen. Ugye? Jó kis keddi matematika, emelt szintű, vagy milyen? Hát én közepezni fogok. Elég az is, ha közepet megírom 100%-ra, úgyis bekerülök, ez a lényeg. És hova mész tovább? Hát Óbudai Egyetemre szeretnék. Óbudai Egyetem? És milyen szak? Így van. Hát vagy villamosmérnök, vagy mérnök informatikus. Ah, betyár. Minden, amit ő nagyon távol áll, Jani. Minden, amihez egy plusz egy mondatot se tudunk hozzáfűzni. Nem, hát tök jó szakok ezek. Be biztos, nyilván persze. Csak hát minden értünk annyira hozzá. Ami mi abszolút nem. De akkor ma irodalom, ugye? Folytasd, légy szíves, ég a napmelegtől a kopárszik sarja. Folytasd, kérlek. Szikasz, szöcskenyájak, legelésznek rajta, jéj! Ötös! Jöjjön lenne, ez lenne az érettség. Jöjjön lenne, arcoskodjunk. Igen. Na figyelj, Géza. Kivel szeretnél játszani? Hát de nehéz döntés volt már nekem, Jani visszaszámlálása nélkül nem működik ez az egész, úgyhogy én Ferit szeretném mindenképp választani. Nagyon jó. Jó, legyen így, játszunk is, indítjuk az órát, jó? És akkor esetek egymásnak, Jani. 3, 2, és van, és fire! Be vagy röccsentve, Géza. Szia, Feri, na figyelj, lenne egy kérdés. Kérdeztem valamit, hallottad? Hallottam, elkérdeztél, hát én fogok most kérdezni. Akarsz ezek szerint, jó? Hát én mindenképp szeretnék. Figyelj, neked vannak ilyen kabala tárgyaid? Érettségre vittél be valamit? Egy darabot se. Semmit. Ittunk előtte. Az volt a módszer. Hát jó, hát az is egy megoldás. Ti készültetek? Más valamire gondoltam. Hát én képzeld el, elkértem, apukámnak megvan az a nyakkendő, amiben még a papám megismerkedett a mamámmal. Géza, hallasz engem? Ne haragudj. Teljes mértékben. Te nem hallottok? Milyen színű a... Jaj, nem hallottok, de kár. Basszus, miért csináltam ezt, Géza? Iszonyú jól toltam. Hát kicsit az a fajta játékos volt, aki nem hajlandó semmit meghallani, hanem letonja az egy perces stand-upot, de ebbe bukott bele. Igen. Szép volt, Verim! Köszönöm, sokat tettem érte. Saját magadat keverted bajba, ez meg lehetett volna egyébként. Hát én csak kérdezni akartam, de hát pedig nem vagyok. Megkavartam, azt hittem, hogy nem lehet engem rendesen hallani, mert most igazából headsetről vagyok, de hát mindig. De, jó, abszolút jól lehetett, és igen. Arra céloztam ezzel, hogy én kérdeztem kettőt, amit te le se tojtál, mentél tovább. Egyébként nem hallottam őket. Istenkívül. Lehet, hogy ez már csak az adrenalinorom, értettem. Figyelj, neked nagyon örülnek majd a tanáraid, az érettségiztetők, mert hogy te ez az előre menekülős típus vagy. Nem, tanárnő, hagyja csak a kérdést, majd én mondom, hogy mi a helyzet. Persze, ne állj. Hát szóval én ez lesz majd a taktika, az biztos. Jó, az egyébként jó, az ott sokat kell beszélni. Aztán 10 perc után átszólnak, hogy Géza, akkor most kezdjen el a tételről beszélni, az is jó, de legalább beszélsz. Tehát az fontos. És ez a matek, nem az irodalom. Igen. Ez jó. Az irodalom. Hát nagy kalappal neked ajándékcsomagot nem tudunk adni sajnos. Nem is. Elég baj az, de nem baj, meg fuléjük. Igen, nem is lenne miért. Jó, köszi a játékot. Én köszönöm. Ciao. Szevasz, Géza. Egy kalappal. Hello. Mivel gyorsíthatja magát? Nem tudom. Nem az, amivel a kajakosok. Hát az. Most mi van? Hát most volt egy na, majd beszélünk róla egy mondatot. Én nem látom ilyen, borúsan azért ezt a dolgot, mint amennyire most keresztre feszítik őket. Igen, ebben van igazság, viszont abban is van igazság, hogy azért profi sportolók tudják, hogy min csúszhatnak el, hogy miből lehet probléma, azt érted, legyen mászik felnőtt ember. Igen. Nehéz az ellenkezőt bizonyítani rádióműsorban. Nem is akarom, csak amennyire most szétszedik őket, most elment egy buliban, na most
egyszer, na, és kipróbálták, ettől még jó sportolók, nem doppingoltak, nem számít doppingnak, ez egy sis, nem doppingügy, tehát ez nem doppingügy. Hát csak a tiltott szerek, listája meg szerepel, és ők meg tudják, ugye, hogy mi de az, nem, ez most rendőrségügy, baj nem ebből van, ez nem doppingszer, tehát dopping akkor, ha te versenyen használod, akkor egyébként egy stimuláns, és egyébként ez egy rendőrségi ügy, ez nem, tehát ez nem egy sportolói ügy, ez nem doppingvád. De egy dopingvizsgálat során derül. Az igaz, ez nem dopingvédség. Ez nem dopingvédség. Dopingvédség akkor van, ha ez versenyen van az ő szervezetükben. Ha egyébként van, akkor ez nem dopingvédség, akkor ez egy sima egyébként rendőrségi ügy, amin aztán ugye hát lehet, hogy eltiltják őket, vagy nem tudom. De ez nem, ez ennek semmi köze a dopinghoz. Stimulánszernek számít, ha éppen verseny közben használod, akkor doping versenyen kívül. De ez jó kedvet csinál. Azt mondták, hogy én már megmaradt egy kis lisztarántásból. A zsolyás már megittük. Én panírozás után én mindig úgy takarítom össze, hogy érted, nem ám lesöpröd, ha liszt, akkor hát. Persze, azt mondja, nem, már jó sűrű a krumplifőzőnek, jó, akkor csináljuk bele valamit, de mi? Igen. Na jó, van, 2 perc a pontosan 7 óra, várunk friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk újra Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Töveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van, és hát elindul egy újabb hét, ráadásul teljes hét, legközelebb majd pünköst. Ha valaki, gondolom, azért többen átnézték a naptárat, ugye, hogy mikor lesz újra egy kis pihi. Hát nagyon messze május, van 3 hét. Igen, május 24-25 talán így jön ki valahogy, hétfő, az egy újabb 3 napos hétvége. Így van, addig zene. addig zene. Csak mondom azoknak, akik kicsit most így neki keseredtek, hogy időjárás, meg érettségi, meg jaj, mondjuk őket a munkaszüneti nap annyira még nem érinti, de hogy jaj, mi lesz velünk, gyerekek, a május egészen jó, mert most volt május elseje, ilyen május elseje. Ének szó, és táncköszönjük. És jön még pünkösd is, úgyhogy egészen jók vagyunk. Pünkösdi nótánk van? Pünkösdi nóta? Na, biztos találunk valamit. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra. Tényleg. Tessék. Kevésé is, mert mint az éjjel május elseje, de ezt az egyet tudom. Igen, igen. De jó kis dal ez egyébként. Ja Istenem, hát látom, vérdíjat tűztek ki Marcsikára. Most azért tényleg egy picit, ahogy szoktad mondani, időzzünk már el a szó mellett, hogy vérdíj. Vérdíjat tűztek ki Marcsikára, írja egy kereskedelmi csatorna reggeli műsora. Hogy a legkeresettebb bűnözők között van a világban most Marcsika, az Interpol listáján az első 10-ben benne van, az vérdíj. Azt nem nyomra vezetői díjnak hívják, vagy ilyesmi, hogy vérdíja. Volt egyszer egy Vadnyugatban, volt vérdíj. Levágom a fejét és elhozom, akkor aha, kifizetnek? Vagy, tehát, Dead or Alive, Marcsika. Most wanted. Most wanted, Marcsika, igen. Hát most nézd, akiket megkárosítod, ők biztos, hogy bepancsolnának, hogy marha persze, vagyok. Ez nem is kérdés, ez nem is kérdés, és hát több mint valószínű, persze az ártatlanság vélelme neki is jár, hát persze. Szerintem nem. Jó, mindegy, hagyjuk is, tehát, hogy megérdemelné, de hogy vérdíj. Vérdíjat tűzte ki ma. Az ügyben van egy-két nagyon szórakoztató nyilatkozat, nagyon szeretem a férje, aki ugye most azt hiszem eltűnt vele, vagy meglehet, az azt mondta, hogy ő nem is vette észre, hogy Marcsika ezzel foglalkozik. Igen, hogy 40 milliárd van a számlán. Lement a garázsba, ott álltak az autók. Két Veyron, egy S600, meg két Dodge Viper, meg három, nem tudom. Jó, hát legutóbb a piacról. Bugatti. Két muskátival többet hozott, mint amennyit egyébként szokott. Nem kérdezte. Megint havajon voltunk nyaralni. Nem kérdezte Marcsikát, hogy mivel foglalkozott. Friss sajtot kért a lángosra és a piacon. Érdekes. De ő nem ment. Ugye ő itthon van. Igen. A férje. Tehát, hogy ő Marcsik, nem ment sehova. Nem ment sehova, hogy Marcsik a kivel ment, meg hogy B, a férjének az nem úgy gyors, hogy a házi pénztárban van a 40 millió a KFT-nél. Igen. Na mindegy, hát drukkoljunk azoknak, akiknek oda lett a pénze, reméljük, hogy Marcsika előkerül. Nekem azért feltűnne, hogyha Móni elkezdene járkálni egy Hermelin mundában, mondjuk így a konyhában, tudod. Én? Amcsika, nézd már. A Viki beállna oda, nem vagy tudom. Vagy egy kicsit túlöltözött anya ehhez a mosogatáshoz? Viki beállna egy SL55 AMG-vel, egy kábrióval. Én nem kérdezném. Nem? Hogy honnan az van? Az ő dolga. Ez is igaz. Nálatok ez van ízlése, színos az autó. Igen, másnap megérkezett itt, tényleg egy, az új S65 Brabusszal, érted? Az S-kupéba. Nem tudja.
Hát kicsit elvinném, hétvégére megjáratni az autót, de nem tenné fel. Igen, nem fizette be a gyerek judó pénzét. Talált valami olcsóbb tápszer. Ez ilyen szenzációs történetek, idézőjelesen szenzációs, persze nyilván nem azokon nevetve, akiknek oda lett a pénzük, a szörnyű, de hogy a férje nem tudta, hogy Marcsika mivel foglalkozik. Marcsika fogott két Tesco szajtot, az eltűnt 20 milliárddal. És hány ember van, aki egyébként nem is tudja legálisan visszakövetelni? Ugye ebben az az érdekes azért, hogy... Igen, mert ha te nem tudod igazolni, hogy honnan adtad Marcsikának a pénzt, akkor nem is akkor tudod visszakérni. Az a kemény, hogy nem tudod oda menni, hogy nekem jött 10 milliárddal, mert akkor még néhányan ott föltesznek kérdéseket, hogy honnan volt az a 10 milliárd, amit Marcsikának adtál? Tehát ez többszörösen kemény, nem beszélve ugye hát a kisebb pénzű emberekről, szegényekről, igen, ez mindig szörnyű hát egyébként. Főleg ők azok, akik megérdemlik az együttérzést. Hát, igen. Kispénzűen. Tudod, sokszor mondom ezt, hogy most már el kell, hogy érjünk oda, hogy egyszerűen pénzügyi felelőssége legyen az országnak. Tehát ezt a saját bőrünkön tapasztaljuk még sokszor, de a 100. broker botrány, a 120. Marcsika, a 26. Lajoska után talán már tényleg mindenki eljut odáig, hogy nem. Nincs ingyen kenyér. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Bár ugyanakkor a Questorba beszállni az évszázad bulija. Ezt is most kapták 15%-ot 10 éven keresztül, majd még teljes kártalanítás, az a legnagyobb buli. A legnagyobb buli volt. Sajnálom, hogy nem voltam benne. Mi az a GoPro? Mi az az Apple? Hogy zárult, hogy sehogy ehhez képest. Hát legyünk őszinték, nem? Tehát ugyanakkor ez most az évszázad bulija lett. Ezáltal, hogy évi nagyobb hozamot kaptál, plusz még kártalanítanak is egyébként. Szóval na mindegy. Nézzük az SMS-eket. Mit írnak a hallgatóink? Azt mondja, hogy a budapesti kitelepülésen én is ott leszek, ott találkozunk. Legmilyen tisztelettel ez Dávid. Ó, hát ő a tanítványod, a tenisz hozzá tanítványod. Nagyon jó. Eljátszogatunk majd ott hozzá kétítőt. Lesz ütni egy kicsit. Lesz egy kicsit, bolondozunk, igen. Ugyanezt írt a Túri Árpád is a vezérigazgató. M3 a 107-es kilométernél óriási balesetmentesség, a tűzoltók nincsenek sehol. Kaptuk ezt is szellemesebb formában, így van. M7-es 168-as kilométerig hatóságmentes, csak egy döglött borzot láttam, valamint állati közlekedés ír. M1 M7-es közös szakaszán Budapest felé vigyázzatok, egy kutya sétál az autókkal szemben. Ezt Sisza küldte nekünk. Köszönjük szépen. 30 gépjárműből álló katonai konvoj lassítja a haladást az M5-ösön, Pest felé a 150-es kilométer könél, ezt pedig Kimpa küldte nekünk. Na, hát pénteken beszéltünk az illatos úti vegyi telepről, ugye, és az ott felhalmozódott hordókról, meg káros anyagokról, és hát láttam, hogy brutális kártalanításba kezdtek, és hihetetlen nagy erőkkel kivonultak, és elvittek 12 darab hordót. Oh. Dezinformálja, mert 15-öt vittek el. 15 darab hordót elvittek, majd ránézek az órájukra, és azt mondják, hoppá, mindjárt május elseje. Na, akkor gyerünk haza, mert még ki kell vasalni az ünneplő, mert is szenzációs. Elő kell venni a tavalyi papírzászlókon. Tényleg csak egy mondat, kivonultak, nem túlzás, elvittek 13 hordót, és azt mondták... 5-5. 15-öt, és azt mondták, jó. Közvetlen veszély elárult. Na, azért a jóból is megártasok. Vigyétek a kupasz mögé. Ez hogy van végigkopogtatod, hogy melyik a robbanékony, és azt a 15-öt viszed el? Hát ott elvihettél volna 600 robbanékony. Hát kint van 600 hordó, miért azt a 15-öt? Na? Kis kamion volt. Nem, szerintem valaki felülültött, hogy holnap május első. Ja, 3-as hétvége, indulunk. És elmentek, levonultak. Ma vagy folytatják? Hát... Vagy ahova vitték a hordókat, figyelj, az nem tudott gyorsabban megsemmisíteni. Tehát 15 a kapacitása, ja, a napi kapacitás. Uh-huh. Érted? A megsemmisítési kapacitás. És akkor ezért vittek 15-öt, ma megint elvisznek 15-öt. Ha 600 van, akkor az azt jelenti, hogy 40 nap alatt végeznek. Na? Nagyon jó. Hát... Igen, csak a picit olyan, nem tűnik folyamatosnak a munka. Tehát, hogy érzed, egy kicsit olyan szaggatott, nem? Elmentek, és megpihentek. Most pihennek egy kicsit, majd most újra elvisznek egy pár hordót. Hát persze. Évekig nem vitték el, Elindult a dolog. Elindult, igen. Ennél jobb csak az lett volna, hogyha csatár, lánc! Kézzel elhordani. És akkor, hogyha a kézzel egészen a veszélyes anyag megsemmisítőig állna egy sor. Igen, sokkor szépen mindenki adogatna a másiknak egy-egy hordót. De hogy miért nem lehet egy picit többet? Egyszer, nem? Hogy így kicsit, hogy olyan meggyőzőbb legyen. De hát végül is elkezdték? Ne legyek, látod, ez is a tipikus magyar hozzáállás. Ahelyett, hogy örülnénk, hogy elkezdődött. Mit keresünk rögtön a bajt, hogy miért csak 15? Na? Nem csak vicces bizonyán volt, hogy évekig mindenki beszél róla, kivonulnak, elvisznek 13 hordót, majd levonulnak. Tehát ugye azért ezt így egy szeretük. És mondták, egy kamionnal kevesebb hordó van már az illatos úton. Hát ez nem nagy kamion 15 hordóval.
Nem. Hát nem olyan. De bár mini kamion. Nem tudjuk, hogy mekkorák voltak ezek a hordók. Ja, tényleg. Lehet, hogy ezek azért 5000 literes. Így van. Igen. Hát nem volt több kamion. Az is egyébként simán lehet. Az nem lehet, nem volt több kamion. Az is lehet. Az is lehet. Na mindegy, hát nézzük a jól. További jó munkát. Ja, gyerekek, viszont a hercegi párról beszéljünk egy mondatot, mert én olyan sárgulok az irigységtől, de komolyan mondom, sárgulok az irigységtől. A lányt akartál másodikra, te is, vagy mi? Egyébként akkor bőrültünk volna, nem. az egy jó párosítás. Nem, hogy Katalint akart elsőre. Igen, van egy fiú és van egy lány. És az hogy jó lett volna, de nem. Maga a jelenség az, ami egyrészt rettenetesen tetszik, másrészt irigykedem, és nagyon szomorú vagyok, hogy soha a büdös életben nem fogjuk mi ezt megtapasztalni. Aha. Én tudom, hogy nyilván azért is szeretik őket ennyire, mert a napi politikában ők nem szólnak bele, tehát ugye a politikusokat azért nem szoktuk nagyon szeretni. Ők nem politizálnak, ők ugye a királyi pár, imádják őket, de nincsenek benne a napi döntéshozatalban. De hogy egy ország így imádja őket, és várja az utód születését, és rózsaszínba öltözik, és feldíszítik a Towert, és a megvilágítják a London Eye-t olyan színűre, amilyen színű a kisdet haja az első felsírás után, hogy milliók várakoznak a kórház előtt, és nézik élőben, és hogy őket így imádják, az valami fantasztikus. És hogy nekünk nincs ilyenünk. És ezt annyira tudom sajnálni, hogy nincs valaki, akit így imádna az egész ország, hogy megünnepeld a megszületését, hogy hotdogot egyél, hogy rózsaszínre fest a hajat, hogy várd a kórház előtt. Játszik, hogy a Noelnak a születésekor az újpesti cipőgyárnak a kéményén nem volt körbe, egy Isten hozott Noel felé. Mi az az egy fotós a kórház előtt, amikor kijöttem? Miért nem voltak ott fotósok százai, amikor megérkezett a kis herceg? Hát nem! Ráadásul az is a fásjádamot vártam, mert éppen hajdelt. Nem, éppen jött a vakbél műtérdéről szegény, igen, és én csak belesétáltam a képbe, aztán egy blik címlapra kerültem a rohadt életbe. Nem, de önmagában tényleg, hogy lehet rá fogadni, hogy hívják, hogy kislány lesz, hogy Diana lesz a neve, hogy őket szeretik, hogy az egész ország tényleg szájtátva lélegzett visszafolyta, várta, hogy megszülessen a kis trónörökös, hogy még a Vinci Pirtyó is elmosolyodott. Így van. Nem? Ugye? Az öreg, a mamma. A de, igen. A vén gonosz. Tehát még ő... Hú, nagy, az anya királynőre gondolsz? Hát a mamma. Még a mammát is láttam elmosolyodni. A Vinci Pirtyó is elmosolyodott. Tehát ez látszik rajta, hogy azért. Elszaladt az idő. Nem az, hogy elszaladt. Hát ő azért gonosz. Hát te látod rajta? Figyelj, én látom rajta. De miből? Megfontolt. Én látom, ahogy ő megfogja az unokát és mesél neki. A varjú dombi mesél. Aha. Szóval, hogy... Na. Te várjál, miből látod? Nem tudom. Megjelenik így izébe feketébe, és mert ahogy elmegy a virágok mellett, azok elsorvadnak, vagy... Ő nekem kicsi szörnyel. A kisebb testű állatok feldobják a pacskert. Igen, ő kicsi szörnyel. De nem jó, hogy, minden, hogy ez nekik van ez a jelenség? Nálunk van az országban valaki, akit senki. Mondjuk mindenki, senki. Függetlenül pártállástól, akármit nincs. Szeret. Nem. Hát a politikusokat eleve nem is nagyon adnak rá okot, legyünk őszinték, azért az utóbbi években, hogy... Színész sportoló, de ott se egyöntetű, mert a felét érdekli, a felét nem érdekli. Aha. Most szeretem a vízilabdát, te nem szereted, vagy pont fordítva, a csajok kimennek és éltetik őket, van akit. Totális a hideg, tehát nincs nekünk, nincs ilyen intézmény. Még a Sobert házas pár? Szegények, na hát ők, amit kapnak, aztán érted? Tehát csak a negyede válna valóra, az összes kívánságra, amit őt kapnak, ők 3000 évig update-et ennének a pokolban. Mesztelenül. Nem jó, hogy ez van nekik? Nem ír illése méltó, nem egy de. Szép jelenség. Én annyira szeretem. Hát talán nálunk egyedül a régi idős, tényleg közmegbecsülésnek örvendő színészek voltak az ilyenek. Tehát, hogy például én el nem tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy Zente Feri bácsit annak idén valaki utált volna, gyűlölt volna, bármi rosszat kívánt volna. Persze. Neki. De mégse figyeled ennyire, tehát mégse mész rá ennyire az életére, érted? Tehát, hogy Zente Feri bácsit mindenki imádta, szerette, figyelted, de azért nem nézted, hogy akkor most mik a hírek vele kapcsolatban. Ők meg állandóan ebben élnek. Érted? Hogy bármi van, bármit csinálnak, az mindenkit érdekel. Azért Zente Feri bácsit meg nem követted is, hogy ma. Ez igaz. Ma most a piacon vette más úgy persze, rumplit. Nyilván voltak nagy színészeink, és egy ország szerette igen. őket, de ilyen típusú imádat. De a közszereplőknél nincsen ilyen. Hát most kinél? Hát figyelj. Mindenki szeret meg utál valakit, de nincs ez, hogy az egész ország várja a baba megszületését, és isznak rá, és buliznak egész éjszaka. Hát azért ez nálunk nagyon nincs. Bárkinek gyereke születik, bármilyen közszereplőnek, én látatlanba megmondom nektek, hogy biztos, hogy a kommentek között
bármelyik ilyen internetes portálról van szó, szerepelni fog ez, hogy, hogy igen, és ki nem. Igen, igen, és igen. Ő meg ki a... De felmenj és bekommentel, tudod. Így van. Tehát így van. Engem nem érdekel, nem érdekel a Józsinak a kisfia, de azért felmentésbe ír. Jaj, nagyó helyes. Hogy hívják, azt tudjuk, vagy hogy fogják hívni? Hát még nem mindig titkolóznak, ugye meg hát, a 50%, 50% erre Dianára fogadott az angol fogadók közül. Uh-huh. A Charlotte kapta szerintem a legtöbb. Igen? A legtöbb pontban. Én most igen, láttam reggel valami kimutatást. Igen. Sára magyar, Sára magyarul? Vagy, KB. Vagy Károly, vagy milyen? Igen, tehát Charlotte-ra fogadnak a legtöbben. Elviekben. A Diana az nem lenne jó? Szerették, nagyon Diana. Mondjuk gyerekek, a Vénszi Pirtyó, az biztos, hogy a falnak megy, ha Diana lesz. Az hát, mondjuk tuti. Azt tuti, hogy kiugrik, leönti magát benzinnel, és kiugrik a Westminster apátságnak a tetejéről. Leveti magát, abban biztos vagyok. Tehát ő ezt nem nézni, se Károly, de előtte se azért még felpróbálja a tükör előtt a 100 dalmat a bőréből készült bundája. De ez ilyen rossz lehet, hogy megszületsz, csak negyedik vagy a tróra lépés sorrendjében, ugye? Tehát, hogy így előtted van ő, meg a Vilmos, meg a Harry, meg mindenki, a Harry, meg jó, mindenki ott van. Jó, de mindenkivel történhet egy váratlan baleset. mondta ezt egyébként Károly és Kamilla, igen, ránézésre ők se túl vidámak egyébként. Na mindegy, szóval, hogy szenzáció szerintem nagyon. Finál, nagyon szeretem őket, meg magát a jelenséget tényleg, annyira pozitív és annyira jó. Nem csak azt akartam mondani, hogy náluk aztán bármilyen hírről van szó, mindig ki lehet belőle hozni valami olyat, ami nem is gondolnád. Rékasékkal kapcsolatban olvastam most, hogy ilyen rendetették a kertjüket, szépen felékisítették, vettek bele egy csomó virágot, évelőt is, meg nem annyira évelőt is, és akkor valaki ezt látta a Facebook oldalukon, azt már másnap vagy aznap este bement, azt felét ellopta. Szerencsétlenek meg elkezdtek panaszkodni, egy basszus, tehát hogyha becsöngetek volna, adott volna nekik ingyen belőle, csak hogy miért kellett ezt, ugye? És ott a kommentelők rögtön adtak egyébként kinek, nem a tolvajnak, Rékasinak. Ez legyen a legnagyobb gondot, hogy ellopják a virágait. Volt pénzed venni. Na hát ez egy ilyen ország. Érted, ki a hibás, ő? Vajon a Vén Mumpic beleszól a névválasztásban? Rékasinak? Vajon az öreg gonosz? Legyen, vagy Kankali? Erzsi. Bözsi. Bözsi valószínű, hogy azért hat a fiatalokra, biztos, nem? Hogy azért jelzi, hogy a Diana-nak ő annyira nem örülne, nem kultiválna, ha azért Diana lenne. Valószínű nem. Azt nem nagyon engedi, nem? Hát... Én Dianát is annyira kedveltem egyébként. Persze. Fú, ránézése, az a nőszegi annyira magányos és boldogtalan volt, hogy csak rá kellett nézni. Tehát soha nem volt egy igazán boldog mosolya. Nem? Ha csak nem, amikor a gyerekeivel volt. Meg egy tündér tök pozitív személyiség volt. Na, igen. Egyébként. Az a gonosz Károly. Én tudok mindent a királyi családról. A gonosz Károly. Tudom, micsánt ez a gonosz Károly? Na, még. Figyelj, én tanulmányozom a királyi családot. Hú, de ráérsz te is, apám, azért. Tényleg? A gonosz Károly visszajárt Kamillához. Az anyja. Ja, azt hittem, hogy visszajárt az anyjához, Csecsre. A gonosz Károly nem jött le a Csecsről 50 éves koráig. Csak nem az anyjáiról, hanem egy másikról. A gonosz Károly egyébként, volt egy ilyen szép felesége, mint ez az ártatlan Diana, és visszajárt ahhoz a nem szép, gonosz tekintetű. Hát most már nem, de az annak idején nem nézett. Kamilla. Fáradt kóró volt az mindig. Gyerek, ha mi már egy brit reggeli műsor lennénk, már megérkezne hozzánk. Most mennyi van? 7, az MI6 és már elvinnének minket. 7.28, szerintem 7.35 körül hadat üzen nekünk Nagy-Britannia. De miért nem lehet kimondani, hogy Kamilla ránézhet? Ott volt a gyönyörű Diana. De honnan tudod, hogy száraz volt most? Bocsáss meg. Hát száraz kóró. Kamilla, mint a góbisivatag. Jó, de hát érted. És visszajárt Kamillához. És Diana ebbe rokkant bele, hogy ott volt neki Karcsi. De Karcsi visszajárt még Kamillához. Nem szakított Kamilla Karcsival. De a gesztesi, te szűzváliát. Karcsi mindenben látod, Karcsi mindenben benne. Jézus Mária, Szent és akkor Diana, ő a Szent Asszony volt, aki a testőr parancsnokkal azért ott a nem, testőr parancsnokkal, igen, az istáló fiúval, a lovász fiúval, igen. Hát akkor... Látod, a gesztesi lovász Laci, mindenki benne volt ebben a történetben. A vadőrrel. És őt is szeretik az angolok egyébként? A Károlyt, aki ilyen csúnyán viselkedett? Károlyt egyébként kevésbé.
kedvelik. Tehát Károlyról tudják, hogy azért nem viselkedik szépen, meg sokan gyanítják, hogy azért Diana halálában talán ő is benne volt, nyilván ezek legendák, sose derül ki, de Károly sokkal kevésbé népszerűbb. Mondjuk nálam Harry a király. De is mindent megbocsátalak. Na, Harry a király? Hát mi? A legnagyobb. Jó, hát nálam is megy. Ő látogatásból csinálja az egészet. Tehát az egész, hogy náci egyenruhába bújik, meg Las Vegas-i legénybúcsukon van, meg mesztelenül rohangál partikba, nyilván azért lázad, mert ezt az egészet utálja. Most már azért folyadott ő is egy picit, nem annyira csinál ilyen dolgokat, mint fiatal korában. Most már nem rohangál mesztelenül Vegas-i partikon? Nem, most már Hitlernek öltött. Tényleg komolyodott. Nem, rengeteget komolyodott egyébként. Hát ugye a hivatásos katonai pályát választotta ő, vagy választotta volna. Egy időben egyébként, mint Marcsikára, ő rá is vérdít szűztek ki a tálibok. Úgyhogy elég komoly lóvét fizettek volna annak, aki lelövő. Ugye Afganisztánban helikopterpilótaként szolgált. Igen. Egy komoly arc, nekem is nagyon szimpatikus. Na mindegy. Na de mit csinálhat most a vészszipi? Mit csinál most? Tigris bele kell, még bele is szörnyű lesz az ereje. Pávián vérű, cseles, kész, a pokol öröme. Mit mondott Harry? Mérget kever. Harry, Henry, Henry, mit mondott? Mit? Ő majd beleviszi a kislányt a buliba. Hát nem jó arc. Hát nem kell egy ilyen arc a királyi családba. Azt mondta, hogy megvárja, míg felnő. Ő intézi. Ő beleviszi majd. Beleviszi majd egyébként a buliba a kislányt, aki ugye most írt fel, tehát még azért egy picit várni kell. De? Nem? Dehogy nem. És mit mondod? Harry, Stefan, ez gyanús. Nagyon. Egyébként nagyon jó arc, hogy azt mondta, hogy nem baj, nem koronázzák meg őt soha, mert hogy soha mire Károly. Hát mindenki 100 évig él ebben a családban. Nézzétek meg! Nézzétek meg az anya királynőt, nézzétek meg a lányát, ugye? A vémumpicot. Nézd meg, Károly, tehát mindenki sokáig él. Genetikailag nem tudnak kihalni. Genetikailag nem tudnak kihalni sokáig. De ez tök jó. Jó, de egyébként miért zavarna? Téged zavarna? Micsoda? Hogy nem koronáznak meg. De hogy Harry azt mondta, hogy a Windsori kastély legjobb sága a tiéd. Harry azt mondta, hogy gyerekek, ugyanúgy lehet ezt élvezni, anélkül, hogy korona lenne a fejedben. Tehát azt mondta, ugyanúgy élvezi. És mennyire igaz? Tehát érted, most tényleg te is egy vizes törölközővel csapkodott Playmate csajok segét egy Vegas-i, az MGM Grand Casinónak az elnöki lakosztályában, nem? És rohantok át messzelően a jacuzziban, nem? Mindegy, hogy király vagy nem? Nem? Na most herceg vagyok, király vagyok, ez egy vizes törölközővel csak odaférek hat Playmate csajhoz, nem? Nem? Hát sőt, talán könnyebben férsz oda. Az ember csak odafér egyébként. Na mindegy, de Harry, ez miért nem repült rá egyébként a Katalinnak a húgára? Ott volt a pipával, ott volt. Egy pipa volt, és akkor utána. Ott volt, pipával ők valamit ott kavartak, csak aztán rászóltak, szerintem a vémumpic megirászott, hogy viselkedj, Harry. Mert rá már nem megy senki, azt picit pipára is féltékeny volt. Ott, ja. Valami, ott valamit kavartak egyébként. Arra repült a seprűjék. Igen, hát nézd rá. Nézd rá. Aranyos, kedves mosolyog, az van, amit ő akar. Abban biztos vagyok. Abban egészen biztos vagyok. De ugye, milyen jó lenne, nekünk is lenne egy ilyen? Most mondd meg, ha lenne egy ilyen ember, hogy mennyire összekovácsolná ezt az országot, és végre lenne, nem az kovácsolna bennünket össze, hogy közösen lehet utálni a politikusainkat, hanem fordítsunk két a dolgon, közösen az kovácsol meg, hogy valakit ebben az országban mi közösen szerethetünk. Ezt az ország egyébként nem nagyon ismeri, ha belegondoltok, nem? A dögölj meg, rohadék, elloptad, anyáda, ezt ismerjük. Muskátli. Rékasi kacsi. Rohadjál meg, hogy muskátli. Nem, még kertek sincs, te szemét. Mi turizál? Ugye? Tehát, de hogy közösen... A nyomorult büdös kéjde. Nekem még arra sincs pénzem, hogy kenyeret vegyek a gyereknek, mintha Karcsi, aki nem dolgozott volna megért, hogy verseni muskátlit, nem? Vagy mintha ő tette arról, hogy neked nincs pénzed kenyeret. Mint hogyha aranyozott madáritatókat rakott volna ki a kertbe. Kirakott 3 muskátlit. Igen. Na mindegy, szeretem őket. Azt írják, megjött a hadüzenet, köszi fiam. Ja, igen. Te se utaz most a London felé. Azt gondolod, hogy eltűnnék valahol? Szerintem igen. Egy lesötétített Range Rover azonnal megérkezik a kis vizergépe, mert Lutonba egy hosszú hétvégére London, és azonnal lekapcsolnának már? Egy lesötétített Range-e? Igen. Valaki bekopogtatna a szobádba, és azt mondaná, hogy hello. My name is Bond. I'm James Bond. Hát mondjuk, ha Craig David jönne, vagy ki ez? Daniel Craig. Walter. Iszunk valamit? Tehát Walter Daniel... Pépé. Tehát a Daniel Craig jönne, attól nem fosnám össze magam. Azért. Hát. Nem, vagy ki? Ő most a Bond. Most, igen, ő most a 007-es. Ez a Pali vizuálisan büdös. Na, jó van. Mi
van? Ugye hát, ő most már tényleg elküldt hiba. De neked, ezek után neked nem egy 007-es járna, csak egy 00-as, mert egy WC-be fognak folytani. Nem, vannak emberek, akik vizuálisan büdösek. Aha, és nincs olyan, ilyen? Hogy láttok valakit, és azt gondolod, hogy ő büdi? Van, de róla mondjuk nem jut. Nincs ilyen, szemben. Hogy úgy nézed és büdinek gondolod? Hát de annyi éve dolgozunk már egyet, engem nem. Szóval nyugodtan. Tudod, mi lesz egyébként? Majd az lesz, hogy valamelyik éjjel, vagy kinézel, és akkor azon fogsz gondolkozni, hogy ezek ufók? Ja nem, csak egy SCS kommandó szállt a kertünkbe. Visznek a berendelt a vénszipírtyú magát, és ott leszek hátra kötözött kézzel, egy biliárdójával a számba, és ott fog egy ilyen domina csizmába sétálni körülöttem. Hallottam, mit mondtál, ilyen fura akcentussal. Majd egy tisztula tekinted, tudod, először ilyen viszonyú zavaros, ezt fejlefejli lóksz le a plafonról, és akkor Erzsi? Erzsi, te vagy az? Erzsi? És az ott ki a sorba? Marcsika. Együtt mozogtok. És ott lesz velem Marcsika is. Európa kívánk, rosszabb ember. Marcsika és Erzsébe. Nem? De nézd meg Károlyt. Biztos, hogy lábszagú. Károly? Nézd meg Károlyt. Tuti, hogy büdös a láb. Tuti. De vannak emberek, akikre rá kell nézni. Ne? Nincs ilyen érzésetek? Mutass csak egy képet Károlyról. Nem, előttem van. Várjál. Már érzed is, mi? De neked ez jó orrodom. Nem, nekem az orrom nem annyira jó. Én csak a medvekucsmás királyi testőrökről gondolom azt, hogy nagyon be van fülledve a búrájuk a medvekucsma alatt, de hát lábszagú. Nem, én tudom. Egyébként, igen. Most én rákerestem egy... Ezek tények. Ez makacs dolog. Na jól van, mindegy, visszatérve a királyi pályára. Bárcsak egyszer nekünk is lenne egy ilyenünk. Komolyan. Én bárkit szeretek használni. Náluk nincsen kell. Ilyen. Náluk nincsen. Persze, hát nincs. Mert figyelj, náluk érted, azért mégiscsak itt egy uralkodói dinasztiáról van szó, érted? Ők mindent örökölnek. Ne, hát bocsáss meg Feri, de nálunk mindent saját erőből élnek el. Ja, kis ember. Igen. Érted. De tényleg. Ja, Istenem. Csak a szorgalom. Olyan jó lenne, nem, tényleg zárjuk le, de jó lenne egyszer valakit közösen szeretni. Ha fél komolyra vesszük a megszólást, akkor a közös utálat már évtizedeken keresztül kötötte össze ezt az országot. Most már közösen kéne valakit szeretni. Komolyan, de ezt most a komolyan mondom. De fél, akkor én át vagyok verve, mert én nem utálom. Tehát ugye Erzsébet nekem nem tűnik annyira gonosznak. Hát innen, de ha ott élnél. Mesélek róla még egy-két dolgot. Megszóláson kívül, hogy mit csinál. Már mire visszajönk, te is golosznak fordul. De mit csinál? Csigákat lapos el kint a múrvát. Kirisztákat kínoz a vincolista. A fáról lezont pacsirt, a fiókákat folytogat a buxusba. 6:08, aki szeretne velünk játszani, egy kicsit előtte beszélgetni, jelentkezzen Óven bácsira, Beruninire, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy hét múlva ilyenkor már turnéra indulunk. Már háborúban leszünk, Nagy-Britannia harcban. Turnéra indulunk Sopron, az első állomás, pontosan egy hét múlva Sopronban kezdünk, mondjuk majd a helyszíneket, hogy hol leszünk. Hogy hol leszünk. Hol leszünk? Mondtad, Sopron. A helyszíneket. Érted? Hát, Sopron, de Sopronon belül, mert Sopron azért elég nagy. Tehát, hogy Sopronon belül hol leszünk, ezt is mondjuk majd. És aztán van egy kis időrendi változás, ugyanis kedden ugye nem Baja, hanem Kecskemét, és szerdán megyünk Bajára, csütörtökön pedig Salgótarján, és pénteken Budapest. Ezek a helyszínek. Fönt lesz minden a Facebookon. Baja. Jaj, sajtos tejfölös gyufatészt. Nekem már csak ez van, de... Jó az. Talok. A 10-es út beállt, mint a szög a solymári leágazástól, alasszolás az épülő körforgalomig, kaptuk SMS-ben. Baleset az 51-es főúton Dunaharaszti felé, két autó ütközött, törmelék az úton, torlódással mindenki figyeljen. Köszi, Tücsök Marcsi küldte ezt nekünk. Aztán, igen, ez a Coca-Cola nagy gyára előtt történt már, mint a baleset, a nullás felől jövőket zavarja, nagyon rendőr még nincs, Attila küldte el nekünk. Nézem, hogy milyen közlekedési érek vannak. Budai alsó rakpart északi végén a sor a Madaras Tesco-nál áll. Na. Atya Isten. Armageddon, írja Richard. Vagy tűzijáték megint. Vagy megint tűzijáték van, így van, ez azt jelenti, hogy ez igen, ott a reggel nem szokott, de a római útnál. Igen, a felső rész. A felső részig áll a sor, te jó Isten. Az mire elér az ember a Margit hídig, az nagyon szép. Na,
Játszunk, itt van a játékosunk, és Óven bácsival, Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ibolya, hello Ibolya, honnan hívtál minket? Az érdi emelkedőről. De hó! Mit csinálsz? Félreálltam, nagyon rendesen, benyomtam az észvilogot. Jössz Pestre? Nem, a gyereket vittem Budaörsre suliba. Na, hányadikos? Negyedikes, a legkisebb. Az jó! Igen. Mennyi van összesen? Pont 4-jel több, mint optimális. Négy gyereked van? Nem biztos, lehet, hogy 5, mert ha az optimálisat egynek vesszük, és 4... Nulla az optimális szerintem, nem? A profit szóljon belőletek, tervezzük az ötödiket. De jó! Akkor miért? Hát ez csak egy poénjel, a lányaim, azt szoktam szivatni vele. Négy lányod van? Nem, három lányom és egy fiam, a kicsi a fiú. És ez logisztikában hogy megy, edzés, foglalkozás, tehát hogy? Hát befogom a lányokat. Teljesen jó rabszolgák. Ja, hogy a lányaid már nagyobbak? Persze, az egyik majd kezdi az érettségit, a másik már egyetemen van, a harmadik meg tizedikes. Aha. Na, hány évesen szültél? 8? Nem, 42 elmúltam. Mindjárt 43 vagyok, 13-án. Már akkor nagyon fiatalon, nagyon fiatalon. Hát... Lettek gyermekek. 23 voltam az elsőnek. Hát igen, igen, most már az egyre jobban tolódik ki, de... És úgy lett négy, hogy elkezdtétek csinálgatni a gyerekeket, csak csináljunk egy fiút, apa. Uh-huh. Ugye ez volt? Nem az az igazság, hogy specialistához fordultam, hogy fiam legyen, mert a második lányom után a jelenlegi férjem szólt, hogy ha a fiút akarok, szóljak neki, hát a második férjemet talán ment a házasságunk. Oh. A három lány után, és akkor fordultam a specialistához. És a specialista az új férjed? Igen, hát 17 éve vagyunk együtt. A specialista. A specialista. De jól hangzik. És akkor három gyereket született egy pasitól, elváltál, és most van egy új férjed, és tőle jön a negyedik. Nem. Már tőle megjött a negyedik, és tervezitek az ötödiket. Igen. A specialista. Az újban a másodikat. Egyébként az ötödiket. Az újban, hát 17 éve vagyunk az együtt. Ja. És ő hány gyermeket akar? Hát ez az utcsó. Ha összejön, akkor ez az utcsó. Hát azért mindenek van egy egészséges határa. Ja, hogyha összejön az ötödik. Azt a mindenségét neki. Hát figyelj, azért igazad van, csináljátok. Kemények vagytok. Nagy meló, le a kalappal, tényleg. Tehát, hogy... Ja, és különben a férjem az angol királyi trónnak a kb. 680. várványosa. Jókat mosolyogtam most ezen az előbbi attrakción. Sajnos mindig szomorúan állapítjuk meg, hogy még mindig vannak olyan hallgatóink, akik nem értik a humort. Már így de most lehet, hogy ő tényleg rokon. Nyilván 626. Igen, anyukája az Aponyi Zseraldinnak volt a unokatestvére, meg a Albán királynak is az unokatestvére, ugye van. Hányan vagytok, hányan vannak előttetek az öröklésben? 8000-en? És a kis Györgyet meg ezt a kislányt nagyon szeretjük, úgyhogy nem nyírunk ki mindenkit. Olyan 680 körül. Lehet, hogy odaértek. Ez nagyon szép. Lehet, hogy odaértek. Ez egy nagyon szép pedigré maradt belőle, valami egy nyári lak, vagy egy kutyabőr, egy sétapálca, semmi. Nem, de még a férjem anyukájának a lánykori neve az lovaggal kezdődött. Na, ez nagyon komoly. Akkor örülünk, hogy te értetted, hogy humorizálom, mert néhány abszolút, még... Abszolút, teljesen. Tiszteletlenség így beszélni a királyi családról. Jelentjük. Na mindenkit ki kéne nyírni. Nem, vannak akiknek én tényleg továbbra is a Kossuth Rádió tudom taláncsolni egyébként így kora reggel. Ez milyen érdekes egyébként a történelem fintora, hogy egykor olyan emberek, akik mit tudom én fél ország volt, meg nem tudom hány kastély, meg uradalom, meg hihetetlen értékek, most oda mennek a saját egykori kastélyok, és azt mondja, nézd meg, és mit keresnek itt? Nem látják, hogy magát tömnek! Igen. Jó, játszunk egyet akkor, jó? Rendben. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Madárlesen vannak. Nem. Óven bácsi nyomogatja a Beru néni hasát, és így. És így reagál. És ezeket a hangokat adja ki magát. Igen, Beru néninek fáj az epéje. Igen. Jól van, nyomjad még. Aj, de szép. Bírjad meg, mindjárt kijön. Na figyelj ide, ez nem sorozat lesz, igen, hanem egy filmnek a zenéje. Próbálkozunk. Jó, egy nagyon híres film, egy nagyon klassz film egyébként, ha valaki nem látta, nézze meg, jó film. Mutatjuk, jó? Figyelj. Oké. Jellegzetes egyébként, de nem sorozat, tehát egy kicsit nehezebb. Egy kicsit nehezebb. Na,
Akkor én kérem szépen, hogy még egyszer. Jó, figyelj. Most kivétesen milyen jól szól. Dolby-ba hallgatják, hogy Surround, mert ez is jól szól. Hát van tolva Dolby-cén. Lecserélték a izét, a két kazettás magnót, amin a Guldenburgok szólt még a múlt héten? Azt pedig tudtam. Tudtad a Guldenburgokat? Igen, azóta próbálkozom. Na, figyelj, öt gyereked lesz. Szeretnél egy sorozatot? Cseréljük le, ilyet nem ajánlunk föl bárkinek. De akinek öt gyereke lesz, az megérdemli. Na, kapsz egy sorozatot. De azért elmondod, hogy mi volt, mely érdekel. Nem, ez jó lesz holnap. Ez nekünk a holnapi feladványunk. Tudod, mennyit melózunk, hogy legyen még mit bejátszani? Na, figyelj, akkor kapsz egy sorozatot, jó? Oké. Ez neked való, a te korosztályod. Megvan, várjál! Cseréljük? Nem kell, ezt menni fog. Na figyelj, még egyszer, hallgass meg! Így indult, és aztán ugye beindul maga a téma. Igen, várjál, valami nyomozós volt, azt hiszem. Figyelj, mutatjuk, addig gondolkozzál nyugodtan. Mi már megszerettük ezt a rövid részt. Picit már unjuk is. Figyelj! Azanja, meg lehet még egyszer? Figyelj! Úristen! Ez nem mondd az, az hogy az hosszabbat. Tudod, ami... Hallod? Mondj hosszabbat. Hosszabb, legyen egy kicsit hosszabb. Jó. Milyen muzsikálás de jó, volt. Hát erről nem be kell, hogy ugorjon. Nem a szuper csapat, ugye? Tessék? Nem a szuper csapat. Az volt, az nem. De hasonló, egy ilyen kis nyomozós... Ugye, egy... ott megvan, hogy nyomozós, de nem a Magnum, várjál. Akkor Kalippo. Arsène Lupin. Ja nem. Charlie Chan. Ha nem Magnum, Kalippo. Az az olasz, Cornetto. Giuseppe Cornetto. Na, miért nem az? Mit mondtál, hogy miért nem az egyébként? Amit mondtál, hogy az, de miért nem az? A Magnum. Melyik? Mi van? Hogy ez a... Melyik ez? Melyik ez? Mondd még egyszer. Magnum. Á, egy jó kis Magnum. Egy jó kis Tom Selleck. Az egyetlen ember a Földön, akinek igazán jól állt a bajusz. És a Hawaii. Igen. A legkellemetlen viselet a Hawaii nekem is volt, de neki még ez is jól áll. Neki igen. És Freddie Mercury-nek. Igen. Igen, kapott is ajánlatot, azt hiszem. Na, Ibolya, csak neked, mert készültök az ötödikre, jó? Hát ezt anyaként megérdemlett szülőként öt gyereket vállalni, az nagyon szép dolog. Le a kalappal erre. Kevesen képesek azért, az egy nagy... Nagy harc lehet, meg nagy meló nyilván, de hát szép is. Igen, és ebből öt a saját, mert ugye a férjemnek még van kettő volt, férjemnek még három. Na jó, most már... Jó, azért figyeljetek, ne zavarja. Ha ilyen családi ebéd van, akkor össze szoktunk kenni. Ne zavarja a szemünket. Egyébként valahol jó, hogy ott ültök, és ott ült 12 gyerek, nem? Az exed éppen veri a jelenlegi idet. Mint a 9, de ha összejön, akkor lesz 10. Neki ne hagy pofont, ő már nem a tied. A két pasi melegszik, én nálad is ezt csináltam, nem is gyerekek hancúroznak, nagy ramazul élni. Mírom az én olaszos jelleget. Ne jó, hogy ennyire szeretitek a gyerekeket. Nem, csak gumival nem szeretjük. Ibolya, figyelj ide. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Azért annyira vagyunk szigorúak, hogy kivettük a bögrét. Mert hogy cseréltünk is, és hosszabb részletet is kértél. Oké, okay, rendben. Viszont van majd ajándékod a reklámblokkban, úgyhogy hallgass meg. De most már elbúcsúzunk, mert kiég a vészvillogót. Oké, köszi szépen, sziasztok, szép napot. Hello. Na, gyerekek, egy nagyon érdekes témával foglalkozunk majd a hírek után. Amerikai orvosok hosszú ideje kutatják az örök fiatalság titkát, ezt lehet olvasni, ugye mindenki szeretné felfedezni az élet elixírjét, hogy végre tényleg mindenki fiatal maradhasson, és van egy magyar doki, aki kísérletezik egy bizonyos, hát most, hogy gyógyszer vagy nem gyógyszer, az kérdés, minden esetre azt mondja erről a kapszuláról, hogy molekulális szinten fiatalítja meg a sejteket, és talált alanyokat, akik szedik ezt a kis kapszulát, többek között Ábrahám Edit, egy ország Klaudiája, vagy éppen Csonka Pici. Azt a pici gyanús volt nekem. Ugye? Állítólag elkezdenek fiatalodni tőle. Újra 16 lehetek. Nem akarok megint szűz lenni. Voltál elég hosszú ideig. Igen. Hacska szemét, kemény időszak volt. De mindig ott voltál magadnak. Így van, de valahogy csak tudod.
Szóval beszélgetünk majd erről, és felhívjuk azt a dokit, aki kísérletezik ezzel a gyógyszerrel, ami tényleg érdekes a dolog, de molekuláris szinten fiatalítsa megállítólag a sejteket. Belülről valahogy visszafiatalodunk, csonka pici újra, lehet, hogy egy cumizó gőkicsélő kis 8 éves lesz majd évek múlva. Kis kapaszgolyókkal. És kin kísérletezik a doktor úr? Ugye nem családtagon? Na jöjjön, mama! Nézzük meg, itt az új formula. Na, ez hát már pró. Na, hát ezt fogjuk tőle megkérdezni, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk. Ákos, hírei után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Szefemen. 8 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgató. Itt vagyunk a Klasszon, és nem elfelejteni, hogy egy hét múlva turnéra megyünk, méghozzá Sopronban kezdünk holnaptól már, mondjuk a pontos helyszíneket is városokon belül. Egy hét múlva ilyenkor Sopron, aztán Kecskemét, Baja, Salgótarján, és jövő héten pénteken találkozhatunk a budapesti rajongóinkkal, hallgatóinkkal. Ami nagy öröm, mert hogy sok mindent csináltunk mi már az elmúlt években Budapesten, de régen, klasszikus, sima, hagyományos kitelepülés régen volt. Vagy a budaörsi reptéren voltunk, vagy valamit valahol csináltunk. De klasszikus kitelepülés talán egy-két éve nem, hiszen 5 vidéki helyszínünk volt, és azt mondtuk, hogy Budapesten van a rádió székhelye, akkor menjünk inkább vidékre, viszont most úgy gondoltuk, hogy legyünk egy napot Budapesten is. Úgyhogy jövő évben Budapest. Igen, minden évben beesett valami budapesti egyéb, és akkor ezért hagytuk ki, de most meg lesz. De most van egy budapesti nem egyéb, ami maga a turné. Úgyhogy jövő héten, hétfőn Sopron, ott kezdünk. Jövő héten ilyenkor, már hát te már nagyon boldog vagy. Itt a kis fotelomban szuszogva, ja, azt te fogom így azon jártatni az eszemet, hogy vajon még ezt az egy zabszeletet megenjem. Kicsit rá vagy gyógyulva erre a zabszeletet. Hallgatónk, korra reggel ígér zabszeletet, mondtuk neki, na jó, csak nem most üsse ki. Tehát várjon vele mondjuk péntekig vagy szombatig, nem? Ha most megcsinálja, az kicsit roppanós lesz. Igen. A defogaidnak az már nem lesz annyira jó. Nekem már azért nem jön olyan jó ez a kráncsi vonal. neked már jelenleg egy balhatos, ne ragadjon bele a izébe. Vaj, sok kávéba mártogatod. Ja, igen, de még mielőtt tovább megyünk, Balázs szeretne valakinek üzenni valamit innen az éteren keresztül. Boldog szüli napot szeretne üzenni. Nálunk megy egy kereskedelmi csatorna, és látjuk, hogy kiket köszöntenek. Gyerekek, 39 éves lett a Berecki. A kutyafáj, nem is látszik. Nem, és boldog szülinapot kívánunk neki. Igen. Kapott egy tortát. Gyerekek, meg Pokorn Iliát. És Pokorn Ilia az ő meglepetés vendége. Anya, engem is meglepett a liába. Gyerekek, a Berecki egyébként zseniális volt a Starban Star című műsorban. Szerintem Jaggerként az egyik legjobb alakítása a 2 vagy 3 évadból. Zsigerből jönnek nála ezek a dolgok. Megdicsértem. Egyébként azért igen vagyunk csöndben, mert nem is tudjuk ezt hova tenni. Na, mit szóltam? Picit fura is, hogy... Meg is lepődtetek. Tényleg, ami jó, az jó. El kell ismerni. Ki kell mondani? Kifejezetten jó. Kifejezetten jó. Gyerek szereti még? Tudod, mesélted, hogy voltatok a Tüsket csarnokban a játékkészítőn. A játékkészítő CD-ben 2 kedvence van. 6-os track, amin a Feró énekel. 7-es track, Hüvelymatyi. Hop-hop. Nem a Hüvelymatyi. Jó, a Hüvelymatyit azt kicsit abba szereti, a Hüvelymatyi. Hüvelymatyi vicce, ez a legnagyobb. Nálam az a 1-20 track. Ott aztán minden van. Hüvelymatyi, ott minden van. Hüvelymatyi, kiénekli, Berecki. Ez a 2 track. 6-os Feró, 7-es Hüvelymatyi. Játékkészítők CD. Jó, de ami jó, az jó. Tessék megnézni. 6-os nagy Feró. Ezért fura a gyerek. 7-es Berecki. De nem, tényleg, szenzációs volt szerintem benne. Most játszik valahol. Ilyen kicsit most drámai a szereplős. Tehát nagyon jó abban is. Igen, egy pszichiátriára, amit van egy beteg állatot játszik, és állítólag zseniális benne. Igen, igen. De jó, egyébként tényleg jó. Na, szerintem sok nőt érdekli a következő téma, amiről beszélgetünk, mert hogy ki ne akarna egy kicsit fiatalabb lenni, ki ne gondolkozott volna már azon, hogy mi lenne, ha megállíthatná az idő kerekét, és egy pár évet kapna, nyerne, esetleg ne agyisten visszafiatalodna, vagy feltalálnák azt az elixírt, amiről ugye nagyon sokszor hallunk, meg rengeteg skifiben volt már, hogy az ember nem öregszik tovább, vagyis legalábbis lassítja az öregedést, vagy megállítja, visszafordítani nem tudja nyilván, tehát nem leszünk újra 16 éves kamaszok. De hát külföldi tudósok, magyar tudósok is dolgoznak ezen, és van egy magyar prof,
képzeljétek el, aki ezen melózik, hogy tudja lassítani az öregedés folyamatát. Most itt nem arról van szó, hogy nyilván újra tényleg kamaszok leszünk, egyszerűen csak maga a tempó lesz. Kísérletezik. Ezt tudjuk konzerválni, amiben éppen vagyunk? Hát fiatalabban tudod magadat tartani nyilván. Ez arról szól, hogy öregednek a sejtjeid, már kevésbé regenerálódnak, és ez a dolog, amivel ő kísérletezik, ez hozzájárul ahhoz, hogy lassabban történjenek ezek a folyamatok, vagy kevésbé öregedjél, vagy 70 évesen olyan legyen a szervezeted, mintha 50 éves lennél. Ez jól hangzik. Hát ez hát igen, de most ott azt mondja a feleségem, hogy az én a mosogatom, hogy ezt minek? Már rám gondol. Ezt minek? Azt hittem, vissza tud a fiatalodni. 15-20 éve. Igen, hát a kérdés, hogy ezt minek, az egy jó kérdés, igen, hogy ha 60 éves testedet tartja meg még 100 évig, ugye erről már sokat beszéltünk, de itt nem arról van szó. Istenem, még 20 évig 80 leszek, tudod? De azért a szörnyű gyerekek, hogy ezt még mindig nem találták fel, nem? Hogy a jelenlegi tudomány szerint 180-110, kinek mennyi? Ha Japánban él 120, ha magyar férfi vagy, akkor mondjuk 63. 63, igen, sajnos. De hogy tulajdonképpen vége van. Nem? Uh-huh. Ez jó egyébként? Hogy vége van? Nem. Ez az élet, megszülettünk, elmúlunk, tudod. Ez van, tetszik. Nem, hogy például amiatt mondom, vagy kérdezem, hogy ugye a Föld azért meglehetősen túlnépesedőben van, és hogy azt a mennyiségű ilyen... Most azért halljak meg, hogy neked jó legyen. ...fogalmazni. Most legyünk el, mondjuk kész a Föld túlnépesedőben, vagy halljunk meg, hogy másnak is legyen. Azért halljak meg, hogy neked jobb legyen. Hát én azért nem akarok meghalni. Nekem csak én örököljek. Én azért nem akarok meghalni, mert hogy valahol Indonéziában egyébként elférjenek. Hát ennél szerintem az ember gyarlóbb, önzőbb. Ez a jaj, halljunk meg azért, hogy ne legyünk sokan. Az ember nem így gondolkodik. Most jönne egy manó, és azt mondja, hogy figyelj, élhetsz még 150 évet. Nem mondanád, nem hogy de. Hát dehogy nem mondanád. Vagy azt mondanád, hogy igen, Szingapurban is már nagyon sokan vannak. Inkább meghalok, hadd éljenek azok ott. Kevés a hely. Nem? Uh-huh. És hogy képzeled el magát a szituációt? Hallasz egy ilyen csilingelő hangot, és megjelenik a manó? Hát de nem, most egy olyan technikai részét nézzük, mert mi az emberi természet, ez nem fogó, vagy nem fogható víziót vázoltál, ami szerintem nincs. Tehát ki gondolkodik így, hogy jaj, halljunk meg, mert a bolygó elnépesedik. De hol érdekel engem? A manó érdekel ebből az egész. Jön a manó, és azt mondja, hogy tegyél boldoggá, szállj, nem, de... hogy élhetsz még 100 évet. Tesz téged szájjal. Élhetsz még 100 évet. Van egy pont az életedben, amikor megnyomhatod a gombot, erről egyébként egy kiváló kis íromány is van, hogy megnyomhatod a gombot, és azt mondhatod, hogy most megállítod az időkerekét, és innentől maradsz? Kezdve örök életed van. Örkény vagy Márai? Valószínűleg az egyik. Mai manó. Anna, mit akarok mondani? Örkény vagy Márai? A vonaton ülő ember. A majó az üzemeltető, vagy ő a technikus, aki az időkerekét kezeli, és meg tudja mutatni a gombot? A pokolba tartó vonat azaz. Mi arról szól? Az nem egy P-mobil? Hogy mondjuk kételezzük fel, hogy ülsz a vonaton. Milyen az ember? Hogy működik? Tudtok követni? Aha, vonat. Eddig meg vagyok. Vonat lésik. Vonat csihú. Csihú, nagy fekete. Már ott is vagyok. Igen. Szén, lapátolás, vonat. Jó, oké, úgy száz Szolnok szakasz. Jó. Úgy száz. A pokolba tartó vonat. Aha. Ülsz a vonaton. Jön a manó. Nem örkény, nem már egyébként. Arról szól, hogy van az életedben egy olyan pont, amikor te megnyomod a gombot, és azt mondod, ez most örökké tartson. Aha. Megnyomhatod egyszer. És akkor azt fogod mindig csinálni, amit abban az idő... Meg, mert mindig azt hiszed, hogy lesz jobb. És végül meghalsz. Én ezt már rég nem hiszem. Hogy lesz? De ez van, ez a gomb. Érted? Van, Feri, van. Hát most ízi ott a táskában. Várjál, meg van. Hó, persze. Mi van, itt van, hol vagy te? Frissítés. Hogy ne lenne, hát Feri? Hát persze, hogy van. Nem hallottál még erről a gondolom, és megnyomod és megáll. Gondolj a hétvégére, hogy álltál a kórhelyben, telt ház volt, és megnyomtak volna a gombot. Remélem, ez örökké tartsonok. Milyen gyarló az ember, hogy van egy pont az életedben, amit megnyom, van egy pillanat, amit megnyomhatsz, és az a pillanat vagy örökké tart, vagy onnantól kezdve örökké tart az életed, és az ember soha nem nyomja meg, mert mindig azt gondolja, hogy még lesz jobb, még lesz jobb, még lesz jobb, ez még nem olyan jó, még ezt akarom, majd ha azt megkapom, majd lesz jobb. Majd ha az jobb lesz, még megnyom. És végül nem nyomja meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Na mindegy.
Minek nekünk kultúra, most ez a mondat. Leestetek erről a mondatot. Nem. Na, csak, Manu, miért konzerválom azt a pillanatot, érted, ami péntek esténként akkor van, amikor a Móni is meg a Virág is lefekszik aludni végig. Hallod? De most de soha többet nem találkoznék vele. Igen. De rájuk tudsz magad, nézni. Csipke Rózsika álmunkban, az is igaz. De és akkor ő például örökké alszik? A Jani? Nem, a Jani nem alszik, hogy pornót néz, mikor alszik a többiek. A Jani belefejel egy nachoszos vödörbe, némi guacamolét szór magára, nézi Rocco legújabb kalandjait, és ez a pillanat tart ezer évig. De nem lehet, de nem, hát érted, végig, ezer évig előjáték, a rohadt életben. Ha rosszkor nyomod meg a gombot, pont rácseszel, mert nem lesz igazán jó. De hogy mikor nyomod meg azt a gombot, hogy azt a pillanatot tartsa meg neked örökre? És ha te, a Janinál van a gomba, ki megállíthatja, ha neked éppen rossz azon a péntek estén valami miatt. Nem, akkor te viszont... Csak... Igen. Akkor te viszont abban leszel? Akkor én éppen ezért mosogatom ki. És mondom, rohadjál meg, Jani, amit te nézed. Te nézed Rokkot, én meg mosogatom. Nem, mindenki a saját életében nyomja meg a pontot. Tehát a te életet tartod addig. Ha én akkor beáldoznám az enyémet, ha látnám, hogy éppen mit tudom, és szőnyeget tisztított a kocsitba. Rányomnék. Most csináljuk. Rohadjál meg, tisztítsd azt a szőnyeget. Igaz, hogy nekem se lesz igazi jó. Magyar mentalitás, ez de az. Tisztítsd azt a szőnyeget ezer évig. Mindenki a saját legjobb, tényleg azt a pillanatot, amikor a csúcson volt. Tudom én, Filip, 1 millió ember a kostén. Na, hogy valami azért el is jussunk ezzel a kicsi céltalan beszélgetéssel, nyilván humorizálunk, felhívjuk a profot és megkérdezzük, hogy mondja el nekünk, hogy mikor szedhetjük be ezt a kapszulát. Te se vagy buta, ezt se értettük, most mi lesz? Most még jobban összezavarlak benneteket, mert felhívjuk. Felhívjuk a profot és megkérdezzük, hogy mit jelent ez kromoszóma szinten? Vegyek-e már ilyet a nejemnek karácsonyra? Kezdjem el én szedni, hogy újra csupasz legyen a kukim. De visszafelé nem fejlődsz. Nem igen. Ahhoz eléke is lomtalanító is, csak megfelelő dózisban tolja. Sövényvágó kell már oda, drága barátom, meg lombszívó. Így van. Na, tényleg érdekes a dolog, mert ugye szerintem minden orvos álma, hogy majd én megtalálom, nem? Tehát sokan gondolják azt, hogy majd én megtalálom. Ha ebben lenne egy tudományos szintű felismerés, lenne egy növény, bármi, ami lassítja, és egy bizonyos profnak köszönhetném még plusz 30-50 évet, hát gyerekek, azért az nagyon nagy dolog. Betegségek nélkül, egészség. Hát jó minőségű 30. Jó közérzetben, így van. A jó minőségen van a hangsúly. Igen. Na, megkérdezzük mindjárt a professzort, dr. Szakács Béla, az MTA doktora itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Én egy kicsit inkább év felé tolnám már a magánhangzókat. Hogy nem főz, hanem székács. Székács, bocsánat, igen. De mindegy. Izgul, amikor doktori diplomával rendelkező emberrel beszél, akkor mindig izgul a Balázs. Nekünk nem sikerült. A tisztelet jele. A baki nála a tisztelet jele. Így van. Na, professzor úr, mi ez a szer? Nyilván nem csoda szer, nyilván ezt nem mondhatjuk. Nyilván egy kísérleti stádiumban van, de mégis mikor kapunk? Köszönöm szépen a megfogalmazást, önök egész tökéletesek, tudnék, már a közelmúltban hallgattam néhány ilyen kereskedelmi médiát, és hát megerősödött bennem mindig a következtetés, hogy nagyon visszafogottan kellő kritikával fogadjuk a híreket. Tehát tavaly valamikor 2014 elején nem csak én, hanem egy-két társammal gyógyszerészt is beleértve, vagy gyógyszerészkutatót is beleértve, azt a nemes célkitűzést kaptunk, hogy próbáljunk így a világban elérhető információk alapján egy olyan gyógynövényt, tehát nem egy kénmanipulált növényt találni, amely hát kellő biztatással rendelkezik, nem csak bizonyos előnyös sejthatásokkal, általában sejthatásokkal rendelkezik, hanem talán ezt a bizonyos, manapság nagyon divatos és a kutatás előterében álló telomerázt is talán befolyásolni látszik. Na most és a telomeráz így... szinten azért mi egy picit kezdjük el veszíteni a fonalat, tehát ez nyilván a professzor úrnak azért teljesen egyértelmű. Ez a védőkupak, ugye? Ez egy olyan enzim, ami a kromoszomák végein elhelyezkedő telomernek a folyamatos rövidülését az osztozások során, sejtosztozások során a folyamatos rövidülését, hát egy kicsit visszatatarozza, visszanöveli,
visszanövelni képes. Ezt, hát ezért Nobel-díjat legyünk, legyünk konkrétabbak. Melyik ez a növény, illetve hogy vágja meg még a füvet a hétvégén a kertünkben? Hát ez nagyon szép. Hát ez nagyon, ha nagyon okos akarok lenni, vagy nagyon szabálytisztelő, akkor ez a bükköny féleségekre tartozó, hát baktövésnek az előnyös hatása. Ez ilyenkor nem szakmai titok, hogy mind kikísérleteznek, hogy ezt még nem tudja senki, elkezdik, és akkor a végén előállnak az eredménye. Először is ez nagyon sok testvérrel és unokatestvérrel rendelkezik ez a növény, főleg hát Ázsiában, de azért Amerikában is. Belepillantottam az önöknek a történetébe, a Kruger Parkba, télat valahogy az Afrika kimaradt. Professzor úr kicsit utánunk kapart, hogy miket csinálunk. Készült a beszélgetés. Hát köszönjük szépen. Semmi tiszteletre méltót nem talál, de... Nézegettem a maguk honlapját, hát ne haragudjanak, szörnyű, de hát most már vállalom ezt a beszélgetést. Így van. Na most azért kellő visszafogottsággal kell az eddigi eredményeket is hát értékelni. Az öregedésnek egyik nagyon fontos mechanizmus, a tulajdonképpen azt a mechanizmus szabályoz, ez a bizonyos telomer, ez a kromoszomák végén lévő kupak, hogy a sejt meddig osztódhat. Tehát ez közismert, hogy úgy tudjuk meg, ez az alapja, hogy a maximális életkorunk jelenleg úgy ismert, hogy 120-140 év, és az, hogy ennyire definiálható a sejtosztódásoknak a száma, ami a szervek fenntartását biztosítja, ez úgy néz ki, hogy ez a bizonyos telomer rövidülésen alapul. De hozzá kell tennünk, és ez nagyon fontos, hogy maga a sejtőregedés azért nagyon sok egyéb nem kívánatos hatás következménye is, amelyet megint... Hát nyilván élet volt, persze, egy csomó minden. Arra hogy lehet rájönni, doktor úr, segítsen nekünk, hogy egy növény tud ilyet? Tehát lehet, hogy 100 000 ilyen növénnyel vagyunk körbejövő, és ha kimegyek a kertem, és legelem ott a tujámat, hát akkor... nagyon megkönnyíti, mikor az ember ilyeneket kutatgat, akkor elsősorban a népi gyógyászat megfigyelésére kell támaszkodni. Azért... bizonyos helyeken elég gondos, főleg távol-keleten elég gondos fejlődések történtek, főleg a japánoknál és a kínaiaknál. Ez a növény például több száz év óta hát egy kedvelt növény, mert hát a fáradékonyságot csökkentette, illetve valamivel jobban javította talán az agyi aktivitás figyelmet. Na most ezeket a klinikai, hát, vagy legalábbis életleni jelenségeket próbáljuk tesztelni hangsúlyozottan egyelőre. Milyen jelei vannak, hogy én elkezdem szedni, és nyilván nem elkezdek fiatalodni, és újra affektálni, és mit tudom, hogy elfelejtek evőeszközzel lenni, de lassul az öregedés? Vagy... testvérek, a fiatalodás vizsgálat a testvérek között is egy-két évtized kell, az a legnehezebb, pláne humán vonatkozása ebben. Állatkísérletesen ez nagyon sok biztató eredmény van ezen a vonalon. Igen, néhány évtized kell hozzá, tehát hogyha mi jön, amúgy, a ferővel elkezdjük szedni. Amúgy pedig hát kiváló tesztek állnak rendelkezésre, a mentális frisses, a figyelem, mi a figyelem koncentráló képességet, tehát meddig tudja hiba nélkül mondjuk egy feladat végrehajtása során mondjuk tesztel, azt a bizonyos tesztet teljesíteni. Valószínűleg még a fizika, vagy legalábbis a matematika dolgozatokat most az érettségén biztos, hogy nem végzi el az illető. Igen. Jobban. Annyi baktöv is nincsen. És magyar hírességek szedik, vagy kísérleti stádiumban? Hát annak idején egy figyelmes ismerősöm vagy barátom rábeszélt, hogy próbáljunk azért egy-két kiválóságunkat is programba beszervezni, és hát ezt mások megtették helyettem, és főleg az volt a válogatási kritérium, hogy olyan embereket találni, akik nem csak hírességek, hanem különleges érdeklődéssel is viseltetnek. Az lehet, hogy egyszer egy prof előáll azzal, hogy megtaláltam, igen, ez a gén, ez a DNS lánc, itt van, ez a szerkezet, ha ehhez hozzányúlunk, meg tudjuk állítani, és igen, emberek 100-200 évig fogtok élni. Lehet, hogy ez megtörténik, amire mindenki csak én. A tudomány jelenlegi állása szerint egyelőre nincs. Nincs ilyen. Tudnék, az a problémánk, hogyha az ember megáll egy olyan, nekem is van egy ilyen érdekes falu térképen, fali egy ilyen poszterszerű valami, ami egy sejt szintjén ábrázolja, hogy hány faktor befolyásolja a sejt szintű öregedést, és sajnos több száz
faktor van felnyilazva. Egyetlen egy sejt üzent esemény vonatkozásában. Tehát nagyon sok támadásponttal kell egyszerre beavatkoznunk, 30-40-del is talán a génmanipulátor tudósok szerint. Én nem vagyok az. Az új gyógyszertől mit várnak? Mennyi? Nem gyógyszer. Ja, bocsánat. Igen, bocsánat. Nem is mondtam. Nem gyógyszer. Gyógy, jó. Ettől az új kapszulától, szertől nevezzük, ahogy akarjuk. Amit a saját tapasztalatunk az, hogy talán úgy néz ki legalábbis a bizonyos szórások ilyen vizsgálatoknál mindig vannak, hogy az agyi figyelem vagy, és a memória az mindenképpen már rövid távon is javul. Egy-kettő az nagyon fontos, hogy az immunrendszer mindenképpen, tehát fertőzések elleni védekelem, de ennek van egy olyan vetülete, nem mi találtuk, az amerikai tudósok a unokatestvér növényeken vizsgálták ugye ezt a kérdést, és úgy néz ki, hogy az immunrendszer öregedését egyértelműen gátolja, és a harmadik pedig, hogy általában a keringés bizonyos ellenére is nagyon jó. Tehát mi ezt úgy vizsgáltuk, hogyha én vagyok a résztvevő, magam is részt vettem ebben, illetve magamat tudtam tesztelni, hogy egy olyan magasságra milyen gyorsan tudok fölfutni. De olyan lehet, hogy én például sokat eszem ebből, és egyszerűen sejtszinten megáll az öregedés? Tehát nem fiatalodok vissza, de nagyon-nagyon lelassítom. Napi 4 kilónyit megeszem ebből. És egyszer lelass, és látom, hogy kifiatalodik a bőröm, hogy jobb lesz, jobban bírom, és tudom tartani sokáig ezt a szintet. Nem ilyen markánsak az eredmények. Oh. Tehát ez a vágy még nem teljesül. Tehát, hogy újra élvezni kezdi az ugroiskolát, az ugrókötelet. Magam is vágyakozom. Ilyesmire. Én egy faktorra fölfigyeltem, de hát az egy tesz nem tesz. Szóval egyébként utána néztem. Erre próbáljuk ki, hogy azon teniszpartneremtől, akivel korábban mérgezett és inkább én kaptam ki, mostanában sikerült. A doktor úr teniszezi. Hát igyekszik maga az ember. Nem hiányzik a doktor úrnak egy nagyon nagy verés teniszben esetleg? De egy olyan igazi. Nem azért, csak szintén teniszezem, hát összemérhetnénk, amink van. De egy olyan emberes elpopsizása tessék gondolni. És hanyadik évtizedet próbálgatja most? Jó, 6-3-ra vezet a doktor úr, 3-0 oda, 40 sem és a doktor úr adogat. Innen indulunk. Ügyes. Ezt mintha leloptam volna ezt az ötletet. Nekem van egy kiváló bőrgyógyász professzor barátom, aki az edzőjének, hogy föltüzelje, azt ajánlotta, hogy vezessen ő 5-0-ra, és már mint a bőrgyógyász professzor, és ha megnyeri, akkor az edzője fizet, ha pedig az edző visszafordítja, akkor ő fizet. Annyi, hogy átnézem a doktor úr táskáját, ha találok ilyen kapszulákat, egyrészt én is kérek belőle, kettő elveszem. Tehát tenisz alatt azért nem turbosítunk mindenféle kökörcsinnel, meg nem. A mérsékelt optimizmusra biztatok mindenkit ebben a témában. Nagyon jó. Magamat is. Nagyon jó. De egyébként, ahogy látom, hogy rákerestem erre a baktövisre, amit csűtfűnek is neveznek, hogy ez azért többféle szempontból is jól lenne Balázsnak is, nekem is, nekem, mert úgy látom, hogy fokozza a szexuális vágyat, illetve Balázsnál a messzire űzi a herpes. Tulajdonság, azt gondolom, mert most aztán annyi van rajtam egyébként, igen, pont úgy nézek. Ferinél pedig a stresszülő hatás. Mindenki lehet próbálni, de egyáltalán nem biztos a hatás. Jó, hát doktor, azért nyilván nem... A lényeget azt hiszem érintettük, tehát egy mérsékelt optimizmus mindig megfogalmazható gyógynövény kivonattal kapcsolatosan, és úgy néz ki, hogy hosszú távon talán majd egy vagy két évtized alatt azt is lehet mondani, hogy valóban lassította az öregedésnek bizonyos komponensét. Egy jó műsorvezető mindig megérzi, mikor akarja zárni a beszélgető partner a beszélgetést. Most. Igen, ez volt az. És hosszú évek alatt azért ez a készség már kialakult. Én azt 10 perccel ezelőtt. De. És hangsúlyozottan nem magányos farkas vagyok, hanem hát egyes csapat. Kollégákkal csapat nevezük, hogy így van ez a helyes kifejezés. Köszönöm. Jó, ha esetleg a teniszpartner lemondja, a párosozik, gondolom a doktor úr, nagyon szívesen megyek. Azért néhány edzés leszek, köszönöm szépen, futó edzést is belejöttek. És a bőrgyógyász kollégának is szóljon, mert hatalmas égés lesz. Köszönjük a professzor úrnak, a Székács Bélának, az MTA doktorának. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, akkor még nem jött el a Kánoán. Szóval nem jött el a Kánoán, de nagyszerű egyébként, hogy kiváló magyar koponyák dolgoznak ezen egyébként, hogy egyszer talán egy kicsit lassíthassuk azt, amin egy ideig az ember nevet, meg egy ideig
kuncogsz másokon, aztán amikor megmar és elkezded érezni, akkor meg... Amikor a teniszmeccsen lesprintel majd a doki téged, csak nézel. Ugye azért dokikának átnézzük a táskáját az öltözőbe gyorsan. Azért, hirtelen keresi majd ott a kapszulát, aztán nem lesz. Szabadíts rá a vadát. Én már az öltözőbe elveszem az összeset tőle. 8:08, illetve pontosabban 8:09. Látjátok, fiatalodom. Aha. Elkezdtem szedni, és már az órán is. Én már azt hittem, hogy ezt elfelejtettük, de megint mész vissza a múltba. 8:09, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. De gyakon vertük ezt, oda. 8:00, pontosan 9:00. Itt vagyunk, és egy érdekes témával foglalkoztunk a hírek előtt. A doki számát egyébként a Borstól kaptuk meg, úgyhogy drágák voltak, hogy odaadták, köszönjük szépen. Ugye az öregedés folyamatának a megállításán dolgozik hát néhány magyar orvos, néhány professzor, és hát a világban nyilván számos más doki. Egyelőre még azért ez kezdeti stádiumban van, vannak bizonyos gyógynövények, erről beszélgetünk a hírek előtt, amik ugye lassítják az öregedés folyamatát, de hát ezt sok mindenről mondják. De ha nem tudtátok felérni, a ti bajotok? mi már tudjuk, beszerezzük és termelni kezdjük a kertben. Gyerekek, egyelőre nincs kiút. Hát vannak biztató jelek. Vannak. Jó, hangzik, ennek örüljünk. Hát nem leszel 20 éves már, de most minek akarnál? Mi volt akkor, ami most nincs? Én mi? Azt szeretném, hogy úgy legyek, ti nem szoktatok azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne úgy visszamenni középiskolába. Én nem szoktam gondolkodni. Azt tudom. Általában ezért ezek ilyen olyan költői kérdések, amiket én így magamnak válaszolok meg. De hogy milyen menő lenne egyszer, ha azt kérhetnéd a varázslótól? A Manótól. A Manótól. Meggondolkodjál. Az én Manómtól, hogy a mostani agyaddal vissza tudjál menni a középiskolába. Mi? Hogy? Aratnál. Ezzel az aggyal? Igen? Hogy aratna? Mondjuk ti nem. Rettegnék a matek óráktól ugyanúgy. Az a baj, mivel jobb. De nem, hogy ezzel az aggyal, ezzel a verbális képességgel, most amit van, a világlátásoddal az elmúlt 20 évvel, amit olvastál, magadba szívtál, láttál, átéltél, átéreztél, újra 14 évesként, az akkori testedbe bújva, a jelenlegi agyaddal beülnél mondjuk egy gimnáziumba. Én nem tudtam akkor ezen is csajozni, nekem ez nem hiányzott. Neked? Hát azok megint megalázzanak. DNS való, Vadon. Hát maga. Aha. Egyes. Ugyanolyan. A mostani agyaddal, hogy a tanárokkal miről beszélnél, hogy véget érne az óra, és így félrejövinnád a magyar tanárt, és elmondanád neki, hogy tanárnő, nagyon baj. Tudja, ki az Orbán Viktor? Majd megtudja. De nem azt mondanám, hogy a jövőből hozhatnál dolgokat, és nem tudnád, hogy mi történik 15 év múlva, csak a mostani anyaddal tudnál tanárokkal vitatkozni, felelni, megvitatni, beszélgetni, érvelni, és kicsit helyre tennéd azt a fajta, nem tudom. Az elnyomást. Igen. És én nem értenék, hogy hol ez a 14 éves, hogy hol? Ki ez a srác? Ezzel sokat szoktam ezen gondolkozni, de hát ez csak az egy a sok fantazmagóriám közül egyébként. Soha nem jutott ez eszetekbe? Mondják. Tessék? Ezt is a hangok súgták. Nem, általában azt sem, amikor lefekszem, akkor mindig azt játszom, hogy ha lenne egy kívánságom, mi lenne? Ez az én altató játékom. És mi vagyunk a te várj, ez egy egyszemélyes játék, vagy pedig a szerepek is le vannak osztva? Nem, ez egy egyszemélyes játék. Én vagyok a jó tündér. Mit szeretnél tőle kérdezni? Mutogatja is. Egy kívánságodat nagyon szívesen teljesítem. Nem lehetne kettőben, akkor legyen. Válaszolj, jó tündér, válaszolj! De figyelj! Ez nekem egy rituálé, hogy egy kívánságomat a jó tündér teljesíti. És akkor sokszor valahogy ez mindig előjön belőlem, hogy azt kívánnám, hogy a jelenlegi agyammal tudnék újra beülni a gimnáziumban. Figyelj, aratnék, osztanék mindenkit. De ezt már többször is kérted? És mit mondaná a csajok is, hogy imádnának, mert akkor nem bírtak. Egy koravé... Nem, azért mi nem vagyunk ilyen megfáradt 40-esek. Nem vagyunk koravének. Nem azt jelenti, hogy ülnék, nem tudom, magyar narancsot olvasgatnék az első sorba 14 évesen, és nem tudom, közben átlapoznám a figyelőt és a napi sajtót. Az jönnél, mennél, ugyanúgy bandáznál,
Csak ott lenne. Az a baj, hogy egy csomó embernek beleavatkoznál az életébe. És gyakorlatilag elvennéd tőle a jövőt. Mert ha én például visszamennék 20 évet a múltba, akkor én kezdenék el küzdeni a transzsírok ellen. Akkor mit csinálna Norbi? Na, de most komolyan. Érted. De egyébként, most egy picit komolyra fordítva a szót, én azok miatt, a dolgok miatt, amiket annak idén nem csináltam meg, vagy nem tudtam megcsinálni, azért nem vagyok csalódott, mert tényleg abba gondolok bele, és ebbe azért van igazság, hogy akkor te nem a lehető legjobb döntéseket hoztad, és nem a maximumot hoztad ki akkor magadból. Azért lettél ilyen, nem? Igen. Ez a fejlődés. Igen. Hát, hogyha ezt nem éled meg, akkor nem tudsz visszamenni ahhoz, hogy érted? Miről beszéltek? Ja! Ezt a könyvet még nem olvastam, de majd. Mi? A mester. A tanítványok meghaladták a mestert. A mester nem érti. Miről beszélnek a tanítványok? Tényleg, mi milyen akkori dolgok? Hogy jön ez most innen? Mi? Semmi engedd. Mindegy, nem érdekes. Na jó, játszom. A tündérnél, aki lepippantan, ott egy picit leragadt. Hát nem, sem baj, sose nem ez a kiváltság, hogy tégy boldog. De a második ez. Én mindig eljátszom egy gondolattal, hogy mi lenne. És most jöjj tündér, hasra fordul. Most így is. Nem, nekem nem ilyen kívánságaim vannak. Játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! És most mondd azt, hogy te vagy Richards, és ne találj meg egy darabig a sötétbe. Gyerekek, a doki megmondta, így is úgyis meghalunk, mindegy, végünk van, teljesen mindegy. Kapszula ide vagy oda. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Doktor úr? Majdnem. Hello Balázs, honnan hívtál minket? Sziasztok, én Pécsről telefonáltam. Pécsről. Pécsre sajnos idén nem megyünk most. Kihagyjuk. Igen, tudom, sajnos, pedig ott lettem volna. Ott már jöttél volna, tényleg? Jöttem volna, persze, igen. Hát akkor most sajnos nem tudom. Az baj, nem, hát nem is vagyunk nagyon közel. Hát igen. Baja. Hát nem. Azért nem, igen. Mit tanulsz, Balázs? A közgázon vagyok, már harmadéves. Harmadéves közgáz, közgáz tanuló vagy. Harmadéves, 8 év. Jól hangzik. Jól van. Milyenek a kérdések, Eli? Azt mondja, hogy nézem, szerintem nem tudhatom, találom. Tudhatom. Nézzük, jó? Na, nézzük, jó, mehet. Szerintem nem találom. Így szól az első kérdés. Milyen állattól retteg a filmhős Indiana Jones? Kígyóktól. Ja, nem, jó volt ez. Pókra emlékeztem. Nem, pókra emlékeztem. Jól van, ügyes vagy, mehetünk tovább? Igen, mehetünk, jöjjön a második. Melyik világhírű brit labdarúgó ünnepelte az elmúlt hétvégén a 40. szülinapját? Brit labdarúgó. Esetleg valami segítség, hogy milyen csapatba játszott. Brit. Brit labdarúgó. Focista. David Beckham. Így van! De jó vagy! Na! Nagyon jó vagy, hogy ugrott ez be? Hát eszembe jutott, mert láttam egy képet Instagramon róla, és akkor volt ilyen boldog szülinapos kép róla, úgyhogy... Ez jó. Igen. Menjünk a harmadik kérdésre? Hát nem tudom, mennyire nehéz. Hát tudod, ez, na most te közgázos vagy, okosabb vagy nálunk, ez hogy tudod megmondani, hogy mennyire nehéz? Ugye? Tehát kinek mi? Pénzet számít. Azért egy szubjektív dolog, ugye a témakört lehet inkább megmondani, a nehéz, tudod, ez másnak nehéz, van, akinek könnyű, tehát hogy nincs. És mi a témakör? A témakör az ami körül határolja egy kérdésnek a... Igen. Csapás irány. Hát ez irodalom. Irodalom. Hát akkor lehet inkább megállnék a biztos kérdés, a biztos nyereményeknél. Menjél, ne állj már meg. Milyen egyetemista vagy te? Semmi kísérletezőked nincs benned. A biztosra menő, az 51%-ra hajtó egyetemista. 51%-ra hajtó egyetemista. Jó, ahogy gondolod, meg is állhatunk. Álljunk meg, én azt mondom. Nem ugrasz neki? Hát ezt inkább kihagyom, szerintem. Egyébként nem annyira nehéz, sőt, szerintem egyetemistaként azért ezt élik tudni. De most már késő. Megállítottad. Jó, ha megálltál, elfogadjuk természetesen. Morning show-s baseball sapka és nyakbaakasztó jár neked. Szuper, jó? Szuper, köszönöm szépen. Az óra ezúttal nincs meg. Jó, rendben, igen, köszönöm. Balázs, köszi a játékot, jó tanulást, vigyázz magadra. Én köszi, sziasztok. Ciao, hello. 3, 2, 1, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, gyerekek, hát egy egyetemistának tovább kell menni. Hát ezt nem, mondtam hát én is, hol a bátorság? Tanulmányok, hát ott az ember még egy csomó mindenre emlékszik. Hát, Balázs,
Balázs picit megijedt, igen. Na, 9 óra után hívjuk Mihelis Norbit, mert hogy fantasztikus dolgot hajtott végre hétvégén, hát ha van valaki, aki még nem tudja, ugye a Tour Auto világbajnokságon, ő a második futamban a fordított rajtsorrendnek köszönhetően az érről rajtolt, itt már azért sokan mondták, hogy ez meg lehet, és rajtcél győzelemmel, egy fantasztikus futam után Norbi megszerezte negyedik VTCC Tour Auto világbajnokságbeli futam győzelmét, és egy nagyon illusztris társasághoz csatlakozott ezzel. Állítólag nem is értette eleinte, azt gondolta, hogy most mindenki kiesett előlem, vagy ennyire lemaradtam. És meg én vagyok a rohadék. Ugye? Úgyhogy hívjuk Norbit, gratulálunk neki, és hívjuk azt a hallgatónkat is, aki ott volt hétvégén a Zengő Boxban, megnyerte ezt a lehetőséget csütörtökön. Felhívjuk, hogy egy kicsit meséljen, hogy érezte magát, látta a Zengő Zolit zuhanyozni, esetleg bement hozzá, mit csinált, fölvette a csapatruhát, hogy érezte magát, úgyhogy őt is hívjuk, és Norbit is Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt, pontosan 14 perccel itt vagyunk, és folytatjuk az utolsó egy órát itt a Morning Show-ban a Klasszon. Már most mondjuk, hogy kitelepülünk jövő héten, sokszor mondtuk, első helyszínünk jövő hét hétfőn Sopron lesz, és holnaptól már pontos helyszíneket is mondunk városon belül. A turné úgy néz ki, hogy Sopron, aztán Kecskemét, Baja, Salgótarján és Budapest, ezek a helyszínek, és örülünk, mert két új helyszínünk is van, Salgótarján, Baja nem voltunk, úgyhogy hát igyekeztünk olyan helyszíneket is beválogatni tényleg, ahol még nem jártunk. Most a másik kettő meg régen voltunk. Na a másik kettő ezt nem is, pedig régen voltunk is. Budapesten is régen voltunk már klasszikus kitelepülés. Úgyhogy jövő héten turné, a klassz.hu-n és a morningshow.hu-n fent lesznek az állomások helyszínekkel, utcanevekkel, terekkel, mindennel együtt. Túros, tejfölös, házi, gyufatészta, Baján. Ezt reggel óta ezt hallgatom. Ez lesz a menü. Csináljon neki. Figyelj, én mindenképpen fogok valahol találni magamnak egy olyan halászcsárdát, ahol készítenek. Mert ők készítik a gyufatésztát, és ott elmegyek majd, és túrót kérek rá, és tejfölt. Szójapörcöt. Ugye. Hú, de jó, majd mi eszünk, majd mi eszünk egy jó halászlevet. Nem, például Bajáról már küldtek kettő kis csárdát is, hogy hova kell mennünk. Nagyon drágák hallgatók, tudták, hogy hova megyünk, és elküldték, hogy gyertek ide, mert ez itt jó. És többen küldték ugyanazt, tehát az valamit jelent. Megmondjátok meg nekem is? Hát ezt nem terveztük, neked minek úgy, ez elhaladt. Utas ellátóba fogsz egy siót inni, aztán az a meg is vagy esti. Neked találtunk Szegeden egy jó csárdát, majd meglátod. Jaj, na nézzük a közlekedési híreket. M0-ás 17-es, 22-es kilométerig áll az M1-es irányában baleset miatt, ezt Nikusz küldte nekünk. Egészen pontosan az érti kihajtónál két kamion karambolózott, sor vége már a Dunaharaszti lejárónál, a mentős Pityu is elküldte, köszönjük szépen. Trafiznak az Ajtósi Dürer soron, a Stefánia után a Dózsa-György út felé, ezt is SMS-ben kaptuk, valamint felállították a három lábút a 6-oson, Kaposvár felé, a 36-os kilométer kőnél. M0-ás észak felé Csepeltől áll baleset miatt, így van, valamint jármiban az úszoda előtt fehér autóból mérik az autósokat. Köszönjük szépen, Tim is elküldte nekünk, hogy 6 kilométeres dugó gyerekek az M0-áson, az M1-es irányában mindenki vigyázzon, a 17-estől a 22-esig, 23-asig most már lassan. Grendel Lajos, a modern magyar irodalom története, ezzel kezdődött az érettségi. Na! Mondd-e ez nekünk valamit? Hát az kemény, gyerekek. Az kemény. Így bele a véletlenül fölugrott elém. De már kint vannak a tételek? A mostani az írásbeli, igen, a modern magyar irodalom története, ezt el kell olvasnod, 2,5 oldal, és erről kell értekezzél. Ugye? Én a modern magyar irodalomról nem tudok semmit. Tényleg nem. Szinte semmilyen kortárs a magyar irodalmat nem olvasom. Hát pedig beszéltünk modern magyar irodalmáról is az adásban, emlékszel a gyerekversekre. Az volt az utolsó, amit olvast. Nem olvasol egyáltalán? Nem, valahogy... Hozzak egy-két jót neked? Ne. Látod, nyitott azért a probléma felé. Annyi ilyen restancián van még így úgymond a múltból is, hogy te most komolyan, tehát hogy nincs elég időm arra, hogy olvassuk, és rengeteg olyan könyv van, amit még el szeretnék olvasni. És nem szedtem még elég sok csűd füvet ahhoz, hogy bízzak benne, hogy ezeket a könyveket el is fogom tudni olvasni. Tényleg. Hát pedig tudnék egy-két jót hozni, amit szeretnél, szerintem, és ami úgymond kortárs, tehát azt szerintem az érdemes.
például. Hát látod még az egri csillagokat csak 400-szor olvasta. Hát azért. Mert mire a végére élek, elfelejtem, mi volt az elején. De az egy régi nagy magyarokat olvassál? Persze, azt is. Tehát, hogy meg világirodalmi dolgokat, meg ilyeneket, amellett nyilván kis történelmet, meg egyéb ilyen kulturális vonatkozású dolgokat. Tehát, hogy nehéz, marha nehéz. Meg mindig meglátsz valamit, érted? Bemész a könyvesboltba, és aztán megveszed, és rádöbbensz, hogy basszus, nem lesz időd elolvasni. Mostanában, tehát, hogy jobb ilyen, tényleg a metrón olvasok meg a villamoson, de hát ez meg nem az igazi. Én nagyon szerettem tömegközlekedésen olvasni. Jó. Bevackolódsz, csak... beülsz, és... Tehát nem lehet normálisan állandóan nézed, hogy odaértünk-e már. Ha jó a könyv, akkor nagyon bele lehet merülni. Én rengetegszer mentem túl az adott megállón, ahova mentem, de a jót olvasol, én nagyon, nagyon sokat olvastam. Ez a leghasznosabb dolog szerintem, ami... Csak most már, hogy ott a telefon, és inkább azt nyomkodja az ember hülye módon, mert ugye az agyar rákattam. De egyébként az nagyon. Csak mindig jó. Valami kizökkent. Most nem feltétlenül mondjuk az ellenőre gondolok, de tudod, leszállsz, felszállsz, zaj van körülötted, nehéz így elmerülni benne. Hát hozok én neked, nem feltétlen kortárs, meg nem is magyar, de egyébként hozok. Jó. A lényeg az, hogy tényleg egy nagyon felületes, és tényleg nem kifejezetten intelligens olvasó számára. Jó. Na akkor ajánlok egyet. Jó, mondok neked, akit te imádnál, mint író. Ő 60-as évek Amerikában egy nagyon nagy beat költő, beat író. Azt hiszem, egy 92-es Kvelle katalógus. Ne! Igen, a Bugyi rovatnál. Azt tudom, az Otto magazin az nekem is megvolt. Hát akkor még az ember nem kapta kézbe az erotikát. Úgy hívják az embert, hogy Charles Bukowski. Lehet, hogy hallottál róla. Igen. Tudod, a Herből a Bukowski. Tényleg. Ha jól akarsz szórakozni, Jézus Krisztus, szuper. Ha könnyűt akarsz olvasni, a legnagyobb, a 60-as évek egyik legnagyobbika. Komolyan, Charles Bukowski. Zseniális. Nagyon sok kötete jelenik már meg Magyarországon. Csak a csajok. Csak a pia. Csak a csöcsök. De mindezt egyébként... Nem ismertem egyébként. Mindezt egyébként zseniális öniróniával, a gyerekkoráról, a felnőtt koráról, hogy utálja a sztárságot. Egy nagy-nagy beat költő volt, meghalt már. És hihetetlenül utált minden fajta felhajtást. Nagyon sok hasonlóság van köztetek, ő is el akart vonulni, egyedül élni, erdőben élni, utált minden külsőséget, csak is a nőket szerette, azokból is a rondákat. Most ebbe ez nem úgy, nem. Megcsillant a szeme. Most menj hazaértek, mert ez az ember, ez valójában én vagyok. Gyerekek, tényleg, ha egyet mondhatnék mondjuk a 60-as évekből, olvas Bukowski, zseniális, nagyon jó. Nagy, és nem tudod letenni, és nagyon sok olyan könyve van, ahol ilyen 8-10 oldalos kis mini novellák, mini történetek, de olyan, hogy az ördög megjelenik, és kér tőle egyet, és az ördög teljesíti, tehát nagyon beteg, szürreális közben, nagyon jó, hihetetlen. Uh-huh. Van a Semmitől délre, a Posta, na, hozok neked egy jót. Jó. Abban ilyen 8-10 oldalas történetek vannak, nem fogod tudni letenni. Most már érted a hangokat, ugye? A fejében. Én még csak ilyen utánosom. De tényleg, ha egy jót mondom, hogy olvas Bukowskit, az visszaszoktat az olvasás. Az ember leszokik az olvasásról, nem? Telefon, gyerek, mész, hintézet, várjál, most nem azt mondom, hogy nem olvasok, tehát olvasok folyamatosan. Nem, én is leszoktam. A kortárs irodalom az, ami számomra egy kicsit ilyen fehér folt. Pedig biztos, hogy vannak nagyon jók, de... Azt hiszem, például a Parti Nagy Lajos, te nagyon kedvelnéd, én nagyon sokat olvasok, és nagyon szórakoztató, nagyon jó. Kevesebb csöccsel, mint a Bukowski, de... De akkor inkább Bukowski. Na, hívjuk először a nyertesünket, aki ott volt ugye hétvégén a Zengő tímnél, sőt, mint nem ott volt, felvette a csapatruhát, és hát ott lehetett két napon keresztül, mint Zengő tím csapattag. Ugye, hát ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy ezt ki tudtuk sorsolni. Nagyon örült, nagyon boldog volt, és mondta, hogy megy, felveszi a csapatruhát, és helyt áll. Azt nem tudjuk, hogy lehetett-e valamit csinálni, tehát csak hűsz a sarokban, vagy van-e valami lehetőség. De ott visszaintegetnek, ha beleférnek. Ja. És kapsz egy félig megrágott sonkás szendvicset, igen. Na, megkérdezzük Attilát, aki ott volt. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Sziasztok! Na, milyen volt a hétvégéd? Hú, fantasztikus volt, elképesztő élmény volt, elképesztő hétvége volt, és rettenetesen sűrű volt, nagyon-nagyon sűrű volt. Na, hogy volt, megérkeztél, megkaptad a csapatruhát, találkoztál Zoliékkal, ott volt Norbi, vagy eligazítás volt, hogy történt, mesélj? Igen, megérkeztünk, megkaptam a csapatruhát, Norbival és Zolival találkoztam, fotóztunk, beszélgettünk, elképesztő, hihetetlen, közvetlen,
kedves emberek, de az egész csapat, az egész team valami borzasztó kedvességet sugároznak, és eszméletlen összeszedett csapat. Úgyhogy most már megértem, hogy miért van ekkora rajongótából a norbéknak. Hol voltál a második futam alatt, amikor ugye hát pole pozícióból indult, és végig vezetve Rajci egy győzelmet aratott? Ott voltál közvetlenül az ő boxukban, az Engő boxban? Pontosan igen, a boxban voltam, és monitorról kísértem figyelemmel Norbinak a második csodálatos futamát, amit elképesztő magabiztosságon és elképesztő fölénnyel nyert meg, úgyhogy hihetetlen hangulat volt, hihetetlen lüktetés volt, elképesztő volt az egész, elképesztő volt. És ott nézted az Engőik mellett a monitoron, te és a csapat monitoron? Bent, a csapat Bent. Monitor, így van. Aha, mik hangzottak el az Engőtől? Te, én már, vezet, ne! Nem hiszem el. Nem is mindig. Tudtam. Nem is tudtam. Segged, de a told már neki! Nem, itt nem volt szó ilyesmiről, tehát a seggedben van ez a 10 másodperc előnyel, a seggedben van, mint ahogy a Norbi is elmondta, hogy végig unatkozta, hála jó égnek, végig unatkozta a második versenyt, hiszen olyan fölényes győzelemmel nyert, úgyhogy szerencsére rágtuk a körmünket, de magabiztos fölénnyel volt az egész Zengő csapata a többiekkel szemben, úgyhogy csodálatos volt. Ott voltál az ünneplésnél is utána? Igen, ott maradtam az ünneplésnél, úgyhogy fantasztikus volt, egy 10 éves jubileumi év van, úgyhogy egy csodálatos tortával ünnepelték a Zenéka és a csapat ezt a 10 éves jubileumot, úgyhogy pezsgő volt, illetve tortából ettünk, illetve az ünneplés. Fantasztikus volt, fantasztikus volt. De Norbi tulajdonképpen szinte ugyanúgy ünnepel, ahogy vezet, nem? És ugyanúgy sír idézőlesen, ahogy nevet, nem? Tehát Norbi azért nem az a hebrencs típus. Érdekes. Szerintem nem olyan, mint aminek így külsőleg gondolnánk. Tehát nem annyira kimértő. Mosolygós, közvetlen beszél, nem gondolnám. Igen, egy picit igen, de nem. Szóval, hogy valójában pedig nagyon jókat lehet vele beszélgetni, és nagyon-nagyon kedves ember. Hát csak, hogy így nem pörgi túl az eseményeket, most mi arra gondoltunk. Igen, ne, abszolút nem, de nem is kell azt szerintem. A győzelem után volt valami kirívó, mit tudom, amikért még egy kis bubit a vizébe, vagy ilyesmit, mert hogy nem, hát szegény Zulit áldották meg mondjuk így egy üveg pezsgővel a nyakába, úgyhogy azt hiszem, hogy a pezsgőzésből talán neki jutott ki a legjobban. Hát egyébként meg is érdemlik, fantasztikus. Fantasztikus, amit csinálnak. Na rögtön fel is hívjuk Norbit. Attila, örülünk, hogy jól érezted magad, és örülünk, hogy te nyertél, ahogy halljuk, jó helyre ment a nyeremény, és jól érezted magad. Elképesztő volt, úgyhogy én nagyon szeretném még egyszer megköszönni mind a Zengő teamnek, hogy vendégül látott, és még egyszer a Morning Show-nak, hogy lehetőséget adott. Hát örülünk. Vigyázz magadra, beszélünk. Köszi, Attila. Szépen. Köszönjük, ciao. Hello. Hát azért ez biztos nagy érvény. Nem egy VTCC rajongónak, egyszer csak ott vagy Zengő csapatruhában, és közvetlen közelről a boxából nézheted végig a futamot. Hát és azért egy győztes futamot. Igen, és ráadásul egy győztes futamot, ami ugye hát a magyar közönségnek meg pláne nagyon kellett. Most be tudnád dumálni magad a csapatban, már hogy Attila helyében, hogy azért nyertetek, mert én itt voltam. Tényleg. Érted? Hogy micsoda? Hogy Kabalának. Kabalának. Vigyék a Attila mondhatná. Igen, Attila. Hát ha ezen múlik, akkor jövőre is. Jövőre is kiveszik. Ki? Attila Kabalánk. Mi ez? Semmi ez. Há, igen. Na, itt van velünk Mielis Norbi, és Norbi, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Na, meddig tartott az ünneplés tegnap? Hát, 10-kor már aludtam. Akkor kirúgtál a hámból, ha te 10-ig bírtad, vagy 10-kor aludtál, csak 10-kor, és nem 8-kor. Hamarokkal megbeszéltük, hogy ami kénység nem múlik, úgyhogy 7-kor. Bevetjük magunkat. Egy órával később feküdtél le, mint ahogy szoktál. Így van. Két kölyök pezsgővel. Na, hát... Én sajnos nem láttam tegnap a futamot, mert anyák napjáztunk egy étteremben, viszont volt egy portál, akik percről percre rovatban közvetítették, és én folyamatosan frissítettem, és ott kommentálva írták, hogy mennyivel vezet, hogy vezetsz, mi történik éppen, és szinte tényleg unatkozva nyered meg a futamot. Idézőjeles unatkozás azért ez nyilván, nem? Ez a 8-10 másodperc, amivel nyertél. Abszolút. Tehát nyilván az ember autón belül azért, főleg amikor kipillant balra és látja ezt a hatalmas embertömeget, akkor nagyon könnyen hagyja magát ugye elragadtatni, vagy magával ragadni.
Úgyhogy egy pillanat sem volt unatkozás, és minden percben meg kellett izadnom azért, hogy összeszedett tudjak maradni. De ja, most közhelyesen mondom, de tényleg tökéletesen működött minden, és szerencsére behúztuk azt, amit szerettünk volna szombatjának után. A fordított rajtsorrendet nem biztos, hogy sokan érték, tehát azért voltál te első, mert belőtted a tizedik helyet, ami gondolom nem volt tudatos nyilván, tehát körülbelül oda akartatok érni, de pont jól jött ki, hogy tizedik lettél az időmérőn, és a fordított rajtsorrend miatt mész te ilyenkor előről. Ugye ez van a második futamban? Így van, a szombati nap időmérőjén észrevettük, hogy valószínűleg tempóval nem tudunk harcolni a Citroenekkel, tehát ott maximum meg lett volna egy negyedik, ötödik, hatodik hely, ami azt jelentette volna, hogy mind a két versenyen nagyjából ezen helyezések környékén indultam volna. És ugye ennek kapcsán sokkal nehezebb dolgom lett volna innen felérni a dobogóra, mint hogyha egy kicsit taktikázunk, megpróbáltuk belőni a 8., 9., 10. helyezést, amiben természetesen van kockázat, mert hogyha az ember elnézést 11. helyen végez, akkor mind a két futamot a 11. helyről kezdi meg. Úgyhogy a célunk az volt, hogy mivel láttuk, hogy tempóból nehéz lesz harcolni az első futamon, ezért belőjük egy jó rajthelyezéssel a jó lehetőséget a második futamra, és szerencsére ez tökéletesen sikerült, mert a 8., 9., 10. helyezésből a 10. lett meg, ami azt jelentette, hogy a második futamon az első helyről indulhattam. De egyébként sejtettem már az időmérő után is, hogy az autóm gyorsabb, mint ugye a második futamon azok, akik körülöttem rajtolnak. Egyszerűen az volt a kulcs, hogy egy jót rajtoljak, és utána lehetőleg ne hibázzak. Ilyenkor az első futamot kicsit el is engedi az ember, hogy ne törjön össze a kocsi, ne legyen nagyobb káosz, mert tudod, hogy ott van a második futam, ahol viszont előről indulsz? Így van, mert két futam között ugye nagyon kevés idő áll rendelkezésre, hogy a fiúk szereljék az autó, ez mindössze 15 perc. Úgyhogy az első futamon 10. helyről rajtoltam, voltam 7., aztán visszacsúsztam a 8-ra, összességében nekem akkor mindegy volt az első futamon, hogy 7., 8. vagy 10. helyen végzek. A lényeg az volt, hogy az autó egyben maradjon, és a második futamon lehetőleg ugye tökéletes technikával tudja rajtozálni. Te hallasz egyébként abból valamit, amekkora őrjöngés van a célegyenesben, vagy csak látod, hogy ők őrjöngenek, de a hang nem jön be? Nem, a hang szerencsére nem jön be, de látni minden egyes alkalommal látom, és egyébként tényleg meg is kellett erőltetnem magam, hogy nehogy balra nézzek. Hogy visszaintegesz. Szevasztok, srácok! Nincs idő egy kicsit balra pillantani a tribűn felé? Hát az elég hosszú egyenes. Nem nézel ilyenkor balra egy pillanatra se? Azért nem akartam balra nézni, mert annyira elvesz sokat a koncentráció. Az ember kinéz balra, látja a hatalmas embertömeget, és rögtön úgy hagyja egy kicsit magával. Vagy hagyja egy kicsit elragadtatni magát a hangulat, és én pont ezt nem akartam, hogy előforduljon, mert egyszerűen nem volt el szükségem. Úgyhogy próbáltam összeszedett maradni, és próbáltam lehetőleg arra figyelni, amiért feladatom. Pedig hogy értékelték volna a nézők a visszatolatsz, és megköszönöm neki. Igen, és az, bocs, mert nem kemerít vannak csak mögöttem. Itt vannak már, ne hagyjuk. Sorry. Az Oli ilyenkor nem beszél a füledre, nem? Tehát nincs az, hogy Nordikám egykör, és megvagyunk, és őrjöngés. Tehát neked semmi, vagy minimális információ jön be a boxból, gondolom, és az is a mérnök által, nem? Így van, tehát az Olival már sokszor megbeszéltük, hogy futam után, meg futam előtt néhány órával beszélgetünk egymással, de közben lehetőleg ne szóljon bele semmit. A mérnökkel vagyok kapcsolatban, de hát van ugye az a terv, hogy nem beszélünk sokat futam közben, mert ezek mondjuk rövidebb versenyek, mint a Forma 1-be. Minden információ a rendelkezésemre áll, tehát pontosan látom, hogy ki mennyivel van előttem, ki mennyivel van mögöttem, körülbelül mi a tempom a többiekhez képest. Általában akkor szoktunk beszélgetni egymással, amikor én kérdezek valamit tőlük rádión. De régebben volt, hogy Zoli áttépte a mikrofont és beszólt valamit? Nem mondtad, hogy megbeszéltétek, hogy ne nagyon szóljon bele. Régen volt ilyen, hogy nem tudom, valahol Makaón. Tényleg? Persze. És mit húzzál bele itt a szponzor, vagy hideg a pizza, Nordica? Gombás meleg szendó a büfében! Hideg a pesgő, tojad neki, jön neked a kaviár! Tehát, mit tudod benyomni azon kívül, vagy nyomjad neki ezerrel? Tehát, hogy mit szólt be régen, vagy miket mondod? Hát a nyomjad neki, meg utána olyan jelzők, amiket nem tudok itt most mondani, azok elhangoztak, meg azért érzed is sokszor, hogy a Zoli nagyon nehezen tudja visszafogni magát, és pont szerintem ő is ott nagyon nehéz helyzetben volt most a boxfalon, hiszen nagyon szívesen hozzám szólt volna, de ő is látta azt, hogy erre most nincs lehetősége sajnos vagy szerencsére, mert előfordult már múltban is, hogy beszólt, nem válaszoltam neki, és akkor miután kiszálltam az autóból, akkor hívtam félre egy kicsit, hogy átbeszéljük még egyszer. Mint legutóbb Makaóban, amikor beüvöltött, hogy Norbi, vigyázz, az egyik csaj nem csaj. És nagy ünneplés volt utána?
nagy ünneplés volt a helyszínen. Ugye nagyon sokan... Azt láttam, hogy nagy locsolás, igen, a dobogon. Igen, Zoli is kapott egy pezsgős üveget a nyakába. Hatalmas ünneplés volt ott utána az engő sátorban, hatalmas ünneplés volt a pedok részen, a box előtt, a lelátókon, úgyhogy hát ismét csak egy olyan nap, amire biztos, hogy nagyon sokáig fog emlékezni. Norbi, ha ez hogy van, ezt már régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy bárhol is jársz a világban, a hajad mindig tart. Melyik nem lehet reklámozni most egyik termékesre. Figyelj, ha fúj, ha szél, ha eső, ha Párizs, ha Isztambul, még egy ilyen ember van, Filip, akinek 15 éve ugyanúgy tart a haja. Eső, jó, de ő neki tudjuk, hogy a műgyanta miatt van. Igen. Mi a következő? Most hova mentek? Két hét múlva következik a német verseny, a Nürburgringen. Egyébként azért ez különleges, mert azon a versenypályán versenyzünk, ahol 40 éve nem rendeznek már Forma 1-es versenyeket. Ez ugye ez a hosszú 25 kilométeres Nürburgringi Nordschleife vonalvezetés, ahol Niki Laudának is volt a balesete. A pályát világbajnoki mezőny már több mint 20 éve nem látogatta, semmilyen autós szakákban. Úgyhogy nagyon nehéz pálya, volt már alkalmam menni rajta néhány kört, és hát igazi kihívás lesz. Úgyhogy az következik két hét múlva, azt követően pedig folytatjuk az idei versenynaptár európai szezon felét egészen július közepéig. Ilyenkor szimulátorozol, bocsánat? Tehát ilyen mész, vagy van ilyen lehetőséged? Aha, a pályát már letöltöttem magamnak, a nőt. Körülbelül 170 kanyar van rajta, úgyhogy hát van mit megtanulni. Atya Isten. És ilyenkor nem lehet ugyanazt megcsinálni, mint amit itt csináltatok, hogy kicsit, mintha elbénáznám, tizedik leszek. Jaj, megint tizedik lesz a kutyafáját. De meg lehet csinálni, csak nagyon kevés azért az alkalom, amikor tökéletesen be tudod lőni, hogy a nyolcadik és a tizedik között leszel úgy, hogy nem csúszol ki. Tehát most azért szerencsénk volt, hogy időmérő közben látszott, hogy ezt meg tudjuk húzni. Azért ez nagyon ritka, úgyhogy a szerencsefaktor az időmérőn dolgozott. És hogy számolod ki, nyolcadik legyen, hogy fejben van a legjobb köröd, tudod, hogy hol veszed el annyit, hogy pont az hozzátegye mondjuk fél másodpercet? Így van, pontosan. Megpróbálod jól végig csinálni a kört. És egyébként autón belül van egy köridő összehasonlítód, amin látod, hogy mennyire vagy lemaradva, vagy mennyire vagy gyorsabb a saját leggyorsabb köröttől. Ez nem ezredre pontos ez a kijelző, és pont ebben is rejlik a kockázat, de viszonylag jól be tudod lőni, hogy milyen köridőt szeretnél elérni. És akkor a cél előtt mondjuk az egyenesben egy kicsit visszafogod, vagy nem nyomsz padlót, és az pont annyi? Így van, pontos. Azért ez egy nagy játék. Hát nagy játék, de nagyon sok benne a kockázat, és ezért én nem is szeretném csinálni, meg nem is fogom, ha csak nem adódik megint egy ilyen lehetőség, mint most, mert azért összességében annál nem lenne rosszabb érzés, mert el kell játszadozni, úgyhogy tudja, hogy az autója simán jó arra, hogy az első tízbe kvalifikálja magát, és akkor ott van a 11. 12. helyen, úgyhogy igen, mondjuk nem jósul el az ott minden esély. Norbi, hát nagyon-nagyon gratulálunk neked, különösképpen, hogy ezt Magyarországon tudtad újra megnyerni, hát ez egy fantasztikus dolog, nyilván annak a 35-40 ezer embernek is, aki kint volt, ennél jobbat ők se akarnak látni. Zolinak is add át, jó? Átadom, köszönöm. Ügyesek vagytok, és tényleg nagyon kedvelünk benneteket, gratulálunk, megérdemlitek, sok munka van bennem. Vigyázzatok magatokra, és további sok sikert, Norbikán beszélünk, jó? Okay. Köszi szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen, Mielis Norbinak, hello. Ügyes. Gyerekek megérdemlik, az Oli annyi melót tesz bele, és annyira szívvel, lélekkel csinálja, hogy ennél nagyobb elismerés a szponzorok felé, mindenki felé, hogy ott akkor nyersz, amikor a legfontosabb, a magyar futamon, nem? Hát ez nagyon-nagyon klassz, tényleg ott van mindenki, nem? Csúcs, tényleg. Ez nagyon nagy dolog. Igen, csak óvatosnak kell lenni, mert ez, ahogy így égeti két végén a gyertyát, hát az a tízig fel maradni, tízig fel volt azért. Meg a post, még a pörgés most is a hangjában. Ó, Isten. Pedig 9 óra után minden óra újabb szeg a koporsó. 9 óra, pontosan 37 perccel, egy rövid szünet után jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan 3 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Beszélgetünk egy kicsit a brit családról, királyi párról, hogy milyen klassz, hogy nekik ők vannak, és mindenki találgatja az új gyerek nevét. És egy emberként imádja őket az egész ország, és arról beszéltünk, hogy azért ez milyen klassz és irillésre méltó dolog, nem? Hogy van a királyi pár, és tényleg nem arról van szó, hogy szeretik, utálják, hanem mindenki szereti őket, és milyen jó lenne nekünk is valaki, akit
egyöntetően lehet szeretni. És nem arról van szó, hogy vagy szereted, vagy utálod. Mindenki szereti őket. Igen, és ezt nagyon nehéz elképzelni, mondjuk így Magyarországon, vagyunk bőszintén, párkinek születik gyereke, és ez felkerül mondjuk az internetre, egy bulvár lapnak az oldalára, mondjuk ott a kommentek között biztos, hogy van egy ilyen, hogy néztetek már tükörbe, minek szaporodtok. Igen. Igen, nekik pedig ott van ugye a királyi pár, Katalin, Vilmos, és egyszerűen imádják őket, díszbe öltözött London, és mindenki várta a kispúja megszületését, megérkezett, és mindenki tényleg örül. Erről beszélgetünk, hogy ez milyen klassz dolog, valamint a fiatalság széruma is szóba jött, mert hogy magyar celebek tesztelik saját magukon ezt a dolgot. Felhívtuk dr. Székács Bélát, aki ezzel a gyógyhatású készítménnyel kísérletezik, mert hogy azt mondja, hogy hát bizonyos dolgokat lassít, többek között az öregedés folyamatát. És milyen szép volt megint a tudományos érdeklődésünk. De komolyan. De értékelte. Egyébként igen, megúsztuk. Próbáljuk megfejteni ezt a dolgot mégis, hogy mit csinál ez a szérum. Minden esetre hát felhívtuk, és elmondta nekünk, hogy pontosan hogy is fejti ki a hatását. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A prof nagyon jó fej volt. Így van. Nagyon, nagyon szimpatikus. Meg vette a lapot, én bírom azért az, aki komoly, meg nagy tudás van a fejében. Ez vajon csak hozzánk jön, vagy ez ki is megy? Nem. Ferinak van a Mekong Delta óta egy fémlap a homlokában. És az mindig át. Egy viet kongolja. Hát vitte is. Szóval visszatérve a profra, hogy jó arc volt, nem? Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, nagyon jó volt. Igen, meg vette a lapot, bírom, kicsit megnézte a honlapunkat, utána nézett. Nem doktor úr, egy nagy verés. Jó, hát aranyos volt tényleg. Vette a lapot, ez jó. Mi újság, Csabi, hát visszatértél? Vissza, itt vagyok, szevasztok. Lebarnulva, hol jártunk? Hallgattalak azért titeket, tehát olyan messzire nem mentem, hogy ne halljalak titeket. Hát most nem a legjobb kovettet ki ezt a Szabit. De nem nyaralni mentem, tehát ez a lényeg, hanem hogy csak hogy otthon legyek egy kicsit. El kellett intézni olyan ügyeket, amiket így napközben nem lehet. Hát, hogy fogyjon, tudod, nekem sok van. Is van, onnan ez jött. 60-80 napon van egy átgörget. Fel kell adni a magas labdát, hogy legyen mit lecsapnotok. Amikor visszajövök Szabiról, akkor legyen miről beszélni. Ne csak itt üljünk itt egymással szembe, és nézzük egymást. De most nem voltak sokan kint a lupán. Azt nem tudom, mert én sem. Semmi, otthon, csak végig, ügyintézés, hey, hát otthon, ügyintézés. Kicsit jöttünk, otthon. Mentünk, állatkertet látogattunk, meg tehát ilyen családi programokat jó az. Csináltunk, persze. Jó az, jó is az. Mi itt voltunk. Hallottam. Öröm volt hallgatni titeket. Tettük a dolgunk, igazán. Ennyi. Valakinek dolgozni is kell, tudod? Tettük a dolgunkat. Mint ahogy mi is tesszük, amikor ti vagytok Szabira. Hát ez is igaz. De mikor megyünk Szabira tényleg? Érik. Nagyon jogos. Érik. Nagyon jó. Hívjuk a laphallgatóját már is, ha mondja, hogy Morning Show megkapja az ajándékcsomagot. Addig mondom, hogy radar az M5-ösön, Kecskemétnél, a 83-as kilométernél a pihenőben. Ezt Tócsa küldte nekünk, valamint van még egy trafik az M6-oson. A 109-es kilométernél Pécs felé, PP üzente. Köszönjük szépen! Yes, hétfői bugi, tegyed, csak könnyebben indul a nap. Hajrá, Jani! Sürek a forró! Az egy hét múlva sopró. Ez a... Ja? Hogy? Jó. Gyerekek, hát, nem. Ha nem baj, ez is belefér, és mondjuk így van, 1-7-0 Sopronban kezdődik a nagy országjáró Klassz FM-es Morning Show turné. Sopron, Kecskemét, Baja, Salgótarján, Budapest. Holnap már egészen pontos helyszíneket is mondunk. És ez Klassz FM-es vagy Morning Show? Morning Show, de mi magatokkal, vagy nem itt? Ez most Morning Show. Ez most Morning Show, tehát 10-kor köszönsz majd a népnek, de aztán itt is maradsz. Tehát csak ti eztek a bajai, nem tudom milyen csinálni. Igen, ez most értetek. De. Ez most olyan, hogy mi megyünk reggel, de benneteket is, és az egész rádiót ugyanúgy népszerűsítjük. Jó van. Remek zenék, Csabikám. Hozok nektek egy holland rock csapatot. Na. Ők jártak már itt Magyarországon, hát hol máshol a szigeten, hát ott tudnak fellépni az a holland rock zenekarok leginkább. Az a nevük, hogy Kensington. Akik három lemezük van, és a harmadik albumról hozok egy viszonylag friss klasslágert, az a címe, hogy War. Egy háború. Kis kedves. Hogy? Háború, János. Azt hittem, hogy hol. Azért mondom, hogy segítek. Jó, na meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, lehet tőle dalt kérni. Csabi ennek nagyon örül, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.